Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Feri! Hello, Jani! Jó reggelt! Hello, Anna! Hello mindenkinek! Elvitték a fülesemet háromnak. Ja, azt hittem, hogy elvitték az ötöst. Elvitték az ötöst. Azt játszották? Nem, hogy kifelé vagy befelé jövet mindig szoktam nézni a lottozónak a kirakatát, és hogyha le vannak véve a számok, akkor én abból tudom, hogy elvitték, és most kettő le volt véve. És az mit jelent akkor? Hogy hát, hogy elvitték. Az ötöst? Igen, igen, hogy volt elitalálat kettőn. És akkor ilyenkor még nem tudod, hogy mit írjál ki. Igen. Aha, és mennyi most az ötös, vagy mennyi hát volt? Nem tudom, mert nem írták ki. Ja. De mennyi volt? Hát minden héten megmondják ezeket. Milliárd fölött volt. Milliárd fölött. Milliárd fölött. De nem, én mondom, én nem, tehát ugye, hogy a hétvégén nem szoktam kísérni, meg eleve mondjuk én előtt hetesre játszok, ha játszok. Ja. Úgyhogy, és akkor most néztem, és akkor a kettő az. Hát, hogy milliárdos vagy. Hát simán lehet. Apám. Apám, hát akkor nézzem van egy milliárdos meg. Haverom. Hallod, ne felejtsd el, ki volt hozzá nagyon jó. A dédopjám majd át egy kicsit készpénzösszeget. Mindenképpen gondolok a rokonokra. Ja, gyerekek, gyerekek. Jó, ez a keddi kezdés. És azon gondolkoztam, míg jöttem befelé, és átgondoltam, hogy mennyi minden történt a hétvégén, hogy ezt azért úgy el lehet-e viselni. Nem, hogy úgy nem adjuk ezt be, vagy nem gyűjtünk erre egy pár százezer aláírást, nem csinálunk valamit. Volna egyszer ötlet nálunk. Nem dobjuk ezt be egy kicsit nagyobb plénum elé, hogy ez a keddi kezdés szerintem sokkal jobb kedvű embereket láttam ma, mint hétfő reggel. Aha. Valami apró reménysugár ott van, hogy már közelebb a hétvége, kicsit már úgy több időd volt töltekezni is. Jó, ez a keddike, ez nem egy hülye dolog. Ez érzed, a négy napunk a három nap pihenés. Ha az elvesztett hétfőt, azt ez a lendület, ami ma kedden megvan, be tudja hozni? Szerintem igen. Nagyobb lendülettel dolgozol, jobb kedved van, többet akarsz dolgozni, tudod, hogy jön a péntek nem sokára, nem egy rossz rendszer. Szerintem át lehet nyomni. Egyébként. Az lenne, hogy akkor jön a kormány, szóval kiállna, hogy a pulpitus meg, és akkor azt mondja, hogy kedves hölgyeim és uraim, Magyarország, van egy jó és van egy rossz hírem. A jó hír az az, hogy ezentúl kedden kezdődik a hét! A rossz hírem az, hogy szombaton is jönni kell. Na, az úgy nem jó. Na, ez így nem tetszik. Valószínűleg így intéznék a dolgokat. Az nem jó. De ugye, hogy jobb? Egész egyszerűen? Vagy egy órával többet maradnánk, akkor mondjuk kedden, szerdán? Az is jó. Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken. A pénteken már nem. Na, mindegy. Milyen volt? Jó volt? Isteni. Napozás, hát hegyek. Szörny. Na, ez két ellentétes. Az enyém nagyon jó igen? volt. Az enyém nagyon jó volt. Egy kulturális ajánlattal kezdjük. Na. Röviden. Csurgó városában voltam szombaton. Van egy útszakasz. Egyébként jártunk egyszer arra, azt hiszem két évvel ezelőtt, mikor voltunk ilyen rócsón, hogy Kaposvár, meg Nagykanizsa, és ott nem mentünk el. A Kaposvártól a 61-es út, gyerekek, hát megőrülsz annyira szép, nem emlékszel rá, szerintem. De egy ilyen kis kétoldalt fás, vékony utacska, fűzfás, egy gyönyörű utacska, az tudom. Az gyönyörű, ott fordultam jobbra egyszer csak, és ott voltam Csurgon, ahol csúsza fesztivál volt, embertelen jó buli, de tehát igen, miért? Hát a csúsza jó étel, kitaláltak, hogy legyen egy csúsza fesztiváljuk. Ez volt szombaton. Fantasztikus buli, majd vasárnap és hétfőn mind a két nap nettó 6, illetve 8 órát álltam a Velencei tó vizében, és különböző gyerekeket dobáltam bele a vízbe hosszú távon, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, szerintem jöjjünk hétfőn is dolgozni. Így elég volt már, nézd vagyok, de nem, nagyon, de jó színedlen. Nagyon jó. Hát jó az sütött a nap. És egyre jobb lesz, hogy rohanj. Hát gyere el, bármikor el tudlak vinni a Velencei tóig. És na, ahhoz, hogy ilyen színünk legyen, ahhoz azért ott kell lenni folyamatosan. Meg hát sajnos én nem is vagyok az a bőr típus, aki mondjuk ilyen sokat tartózkodhat kint a napon, de hát... Van kenőc. Ezt a fehér bőr csak egyszer kell bebarnítani, és utána barnán tartani. És ha nem égsz meg, hanem bebarnítod, akkor utána már barna marad. Aztán, amikor majd forgatnak az ápolók, mert minden égésisebbek vannak rajta. Centiméteremen vagy valami égésisebb van, vagy valami kezdődő melanoma. Megérte, arról a téletben, megérte ember. Nem, én már nagyon óvatos vagyok, de az ettől függetlenül irigylem. Ferencet pont gondoltam rá hétvégén, hogy elmondom, biztos ott van, hogy így képzeltem el is, hogy dobálja a gyerekeket, vagy mászási lehetőséget biztosít nekik. Magán. Úgyhogy, hát, nem nekem... úgy van egyébként, hogy hátrafekszem a park közelében, egy 10 méter, ott én még ugye kiérek a vízből, és akkor onnan tudnak ugrálni a hasamról. És kerülgetnek az emberek, akik mennek le a csónakkal, a rohadt féled, megint kerülőre kell menni. Igen, egy halott, lépjük át. Nem mozog. Na igen, hát jó. Tehát a vízpart az eckecsel. Hány az fokos már víz? 24. Meleg, mi? Meleg, aha, tök jó. Pont erre így beszaladsz, egy kicsit hűtöd magad, és utána pedig nagyszámú gyerekekkel szórakozol. Full tárház.
Érdekes, most megcsinálták azt a strandot, ezt tavaly meséltem nektek, hogy van egy fő strand Velencén, ami 4 éve nem üzemelt, meg van plázánk, meg minden van, és ott csináltak egy homokos plást tele kis napernyővel, úgy néz ki, mint amit én az olaszoknál, a tengerpart, hát ugye itt nem tengervízon, hanem tóvíz, na az úgy fullon volt reggel, azt hiszem 9:30-kor mentünk el lángosért vasárnap, úgy volt tele, hogy 9:30-kor már egy állóhelyet nem kaptál, nem hogy fekvőhelyet, az teljesen tele, a másik szabadstrand is teljesen tele, úgyhogy az a rész az most nagyon dübörög. Mert jó, mert itt bejussz, mondjuk Pesten felülsz a vonatra, elmész Velencéig, nem tudom, 30 perc körülbelül vonattal, átsétálsz egy 1/2 kilométert, és most már ott van a strandon. És még Kordaikertjében is vadkempingező. Hát sőt, ott le Gyuri bácsi kérte is, hogy oda is költözön valaki. Gyuri bácsi 3 hónapja mozdulatlanul fekszik ott kéne. Csak a Kári nem betész. Megpihent az öreg. Azért ez a szokásos balatoni dugó, ez minden nap. Hát mi nem indultunk el Balatonra, máshol voltunk, de hogy én olvastam, meg láttam, és ilyenkor mindig kicsit úgy örültem. De jó, hogy nem. Állóháború. Ez valami elképesztő. Tehát ez a szombat reggeli 9:30-kor valaki valahol Pákhoz magasságában összetöri egymást, ugye? És azért a biztonság kedvéért még a 80-as kilométernél még ketten. Tehát, hogy ha túl vagy az egyiken, már bele tudjál. Üzemszerűen figyeljétek meg, 2 Érdi lehajtó, Pákosz, Fehérvár, Martonvásár, és a 70-es, 80-asottól el kell menni az északi partra, ugye a partra ott megint. És ez a 2, és ez tönkre is vágja. És 15 kilométeres dugók, illetve tegnap visszafelé. Azt néztétek, hogy igen, visszafelé. Azért az ember. Tehát a lefelé menetben úgy volt, hogy péntek délután valaki megtört igen, az autót, szépen. Akkor volt egy 2 órás állás állítólag, majd szombat reggel. Majd ahogy kell, péntek éjszaka kell menni Balatonra, szerintem. Péntek, az tehát a két dugó között. A két dugó között. Mi mindig, amikor megyünk, ha megyünk Balaton, akkor éjszaka. Uh-huh. Vagy péntek este, vagy péntek éjszaka. Akkor már nincs. Ez a szombat reggel, azt bevállalni, hogy ott nem érsz le 3 órán belül, az egészen kemény. Biztos. Visszafelé az RTL-en már azt mondták, amikor így jöttek visszafelé az emberek a hosszú hétvégéről, hogy mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy nézze meg a híradót, nézze meg utána a filmet, egy picit pihenjen még egy kicsit, na és akkor üljön majd aludjon is most hajnalban. Na, mert hogy akkor talán vissza is ér Budapestre, nagyon durva. Figyelj, 10 kilométeres annyian voltak, hogy még 2 reggel, pedig 2 reggel jön. Igen? Most, ahogy jöttem én is. Most értek vissza. És úgyhogy szombaton indultak. A dugót most oldották föl. Szegények. Szörnyű. De miért van ez? Kicsi az ország, és egy tavunk van, és mindenki oda megy, vagy kicsi az autópályán visszafelé, vagy sok az autó, vagy kevés a na, ez így egy. Vagy ez így mind? Egy tavunk van, mindenki arra megy, az autópálya ugye 2 sáv, már mondjuk Székesfehérvártól 3, de azzal se tudunk mit kezdeni, meg mindenki szerintem ki volt a naptól, tudod, van még akinek nem légkondis a kocsi, azt nyilván megviseli a 36 fok, ha légkondis, akkor az a bajod, hogy túlhűltöd magad, tehát hogy valamit mindig lehet találni. Hát de mit kéne ilyen bejelentkezni, módszer, hogy az ország összes tavához be lehetne jelentkezni, és akkor ilyen, lenne ilyen sorrend? Igen, hogy, jó, akkor először töltsük fel a kisebb tavakat, akkor gyerünk akkor a Szelidihez, akkor gyerünk Velencére, akkor utána pedig jöhet a Balaton, jöhet a Tiszató, és akkor ha már nem jutott valakinek el, akkor ne. Akkor neki fél nem. Én megmondom, mi lenne a jó, hogy mindenki húzna hétvégén, vagy hétvége előtt, hogy ő most hova mehet. Aha. És be lenne osztva, hogy Tiszató, Balaton, Velencei tó, és tud, oda, kivéve a telkesek. Telkesek azok mehetnének a saját helyükre. Ez mondjuk kettes, hát telek azért van. Tehát a telek azért van. Legalább vágva van a fű. Telkes vagy? Mehetsz a telekre. De minden más, és mindenki más, húz. És ami jut neki, és akkor... ami jut. Ennyi. Húzzal egy kártyát Tiszató. Te tudod, hogy neked ott kell most hétvégén valamit találnod. És a speciál zalaegerszegi vagy, és a Tiszató jutott. Akkor mondod át, hát, anyádat. De... akkor és az összes baráti társaságban mindenki kihúzta a Velencei tavat. Nem, ez nem jó. Jó, visszavonulok. Ezt még kicsit átgondolom. Már azt hittem, ami nagyot találtam ki, de ez még nem egy jó rendszer. Jó, ezen még finomítok. Egy hét múlva jövök az újabb megoldásra. A tó megoldásra. Maga hol tetszik lakni? Lenti. Jó, Omszkitó. Vagy föl, vagy ő. Föl a Tiszató volt. Jó, ez nem egy jó megoldás. Ez nem egy jó megoldás. Nem fogadtunk a Gárosban végül? Sajnos nem, pedig én még akartam is dobni egy SMS-t. De miért nem? Adáson kívül is jó, megtalálható igen, vagyok. Tudom. Ott vagyok számod. A telefonom mellett igen, általában. Megtalálható szednél. Vagyok, tartottam volna, bármit ajánlasz. Hülye vagyok én is, mert ugye pénteken hát elfelejtettük. Utólag jó, hogy nem dobtál. Mi nyertünk? Nem, vagy nyertél? Én nyertem volna. Az a Nadal? Vagy aha, melyik volt de az? Egy paraszt hajszálom múlott. Hát, hogy azért ez izgalmas volt ez a történet. Igen, megfáradt Gyoko. Hát, igen. Egy vastag a én végignéztem, én annyira untam, hogy megőrültem.
Hát olyan tekintetben legalábbis, hogy ugye megfájdult a Nadalnak a háta, tehát hogy majdnem megint feladás lett a vége. Hát igen, de nem az volt azért, mint az Ausztrál Open-en, tehát ezt így végigjátszotta. A második szetnél beszóltak a barátodnak, ott ő berágott és három szetben kikapott, négyben. Kiszold. Tehát az elsőt megnyerte. Kiszold menek. A közönségből valaki. De köcs. A második szetben 5-5 volt, ott valami történt, és utána tü-tü-tü-tü-tü, és vége. Az utolsó szetben fölébredtem, mikor a köszörő beszédét mondta. Hát, láttam már jobb döntőt. Igen, csak majdnem dráma lett, hogy ez a szerencsétlen, aki egyébként a szerencsétlen idézőjelben természetesen, mert 14 Grand Slam győzelemmel, igen, azért nem szerencsétlen ez a senkit az ember, de hogy ugye ez a hátfájás, ez megint előtt, és akkor majdnem az lett megint a vége, hogy majdnem behúzta, de hogy hívják, fel kellett adni, mert annyira fájt neki. Igen. De most így ezen túl tudott lépni. Túl lépett, és sima, egyszerű négyszerben. Jó, hát ebben az egyet azért nyernie kell, majd a következőre fogadunk. Nagyon meggyőző volt Gyoko az elején, tehát én azt mondtam, hogy ha így tud ezen a színvonalon végigjátszani, akkor a Nadal nincs keresni valója. Azt érezted, hogy ez a csáv, ez teniszezik? Brutális ahogy játszott. Bejött, ahogy pattog, nagyon meggyőző. Nem is ebből, hanem amilyen koncentráltod meg, ahogy játszott a Nadal ellen, amit a Nadal nem annyira tud játszani, azt játszotta a Gyoko az első szedben, és hozta is 7-5-re. És aztán a Nadal még ott átnyomott valami kapcsolót magán, és utána egyszerűen francokat volt egy beépített ember a közösség közül, akinek mondta, hogy szóljál be a második menetbe, vagy hogy hívják ezeket. Az lehet. Szetnek. Szettezik? A Gyoko elborul az agya, ő nem annyira hideg, mint a Roger, meg nem tudja annyira magát, ha neki ott beszólnak, ő ott hát, és végén föl is mutatott a közönségre, hogy igen, a délszláv, úgyhogy ezzel nem tudja túltenni magát. Tehát itt ugye az a lényeg, hogy egy percen belül tett túl magad bármi, ami történik, mert hogy jön a következő labda, mert ő ezzel nem tudta. És végén föl is mutatott, hogy kösz. Aha. Közszépen ott neki valami eltört, és én már láttam, a harmadik szedben már rohadtul alul motivált volt, ütötte, abbajta, a negyedik szedben meg már bele is aludt. Azt lehet tudni, mit mondtak neki? Én szerintem nem azt neki szóltak be, hanem a Nadalnak drukkoltak. Kira? Nagyon. Ja. Igen. Hogy szerintem a Csevapcsicsit jobban csinálják a horvátok. Hogy ütöd azt a kétkezes fonákot? Hova ütött, te szerencsétlen? Nem, valószínűleg nagyon érezte, hogy a Nadalnak drukkolnak, és akkor jött valami kis személyes, ami nem is biztos, hogy annyira személyes volt, csak ő nagyon magára vette, és ott ő kiesett a koncentrálásból, és aztán így én azt hittem szorosabb lesz, egy jó ötszettet vártam, egy 4-4,5 órát, de hát mindegy. Miért egy húszacskát behúztam volna, de nem fogadtunk sajnos. Miért fekszik ennyire a Nadalnak ez a Roland Garros, mert ugye most már 9. A borítás miatt. Tehát a spanyolok eleve mindig salakon jók. Ők salakon tanulnak, salakon születnek, salakon ne játszanak. Hülyes, szegény anyák. Salakon mulak, nincs is, salakba temetik őket. Szerintem ahol ő lakik, Majorka, vagy hol is lakik, ők nincs is nagyon más borítás, csak salak. A spanyoloknak nem is áll semmi a jó. Ők valahogy ezt tudják, nekik ez a tenisz. Meg még talán a kemény pálya, fű az egyáltalán nem, majd figyel Wimbledon. Most az utolsó Wimbledon, nem is tudom, milyen hamar búcsúzott a Nadal. A kemény pályán még talán egyszerűen salakra születnek. Teljesen más a játék. 9 torna győzelem azért az még gombozból is sok. Hát az... Vannak véletlenek. Jó, ez bárkinek összejött. Na, igen, jó, hát jó, most... Hát, jó, most ennyi, kicsit rász, kicsit most... Na, elkezdünk egy 9. kicsit ütni ma 11-től. Jó, jövőre vagy ott vagy. 5 vagy 6, nem minden. Most hát hagyjuk pláne már. Pláne 9. Ebben csak egy a nagyon szomorú, hogy belátható közelségbe került Roger, és ennek viszont nem örülök, mert 14, most sok az a 3, de szerintem meg lesz. Ugye 17 Grand Slam-en van Rogernek, és 14 Nadalnak. Szempressz érte be most? Szempressz állította be, igen, 14-14, és most már 3 van már csak, úgyhogy szerintem gyerekek, ez sanszos. Még 3-4 évet üt a fiú, az megvan. Úgyhogy Roger kapaszkodhat, Roger pedig már nem fog behúzni Grand Slam-et, úgyhogy... Úgyhogy beéri, de mindegy, hát azért ez... Azért vannak a csúcsok, hogy valaki megdöntse őket. Na, így van. Ezért vannak a vírusok, hogy bele kell önteni valamit az ellenfélek porrába. De sajnáltam a Gyokot egyébként, kár volt, mert jobb dönt, bekészültem, üdítő, Chiefs, leültem, nagy tévé, 3D szemüveg, föl minden volt. Rondnak 3D-be tenisz. Hú, az első az 3D. Nem, persze, de nem, én tettem föl 3D szemüveg, nem volt 3D az adás. Fölültem. Hú, de király, nagyon leveszem, ez nem jó, mert nem 3D. Igen, nem 3D. Első szetnék körbe hívtam mindenki. Na gyerek, ha ki nem, az most üljön le, mely itt olyan. Vége is volt. Az utolsó szetet már átbóbiskoltam. Forma 1 nézett valaki? Hát én ennyit voltam tévé közelben, még megnéztem a Garros döntőt, semmit. Hát jó volt. Igen? Igen. Végre? Igen. Azt tudom, hogy a Red Bull összekapta magát, de hogy hogyan kapta magát. Szegény nagyon assza megint ütközött. Tehát, hogy egy picit így hát ő a zág is húzza, szegény, csak ne legyen nagyobb baj belőle, mert ő most mindig nem sérültek, meg csak az autók. Meg úgy néz ki, hogy ez a Rosberg gyerek, ez még a végén, most ez még az elején vagyunk, de még a végén ez az ember világbajnok. Én ezt nagyon megy neki. Én ezt a Ricardót kedvelem egyre jobban. Hát figyelj, mosolyog, röhög, úgy alázza a Fettet, tehát, hogy mint a húzat. Mint a húzat. Olyan szépen az első Forma 1-es szezonjában jobban áll, mint a 4-szeres világbajnok. Ez nekem annyira tetszik. Én ezeket úgy szeretem.
De behúzta az első helyet. Döbbenet. Kösz is látszott. És mosolyog, kiszállás, aranyos, kedves, igen, és hát mondja, hogy ő tudta, hogy lesz olyan jó, mint a Fettel, azért ezt így néha lenyilatkozza, hogy hát ő ezen nőtt fel, ő azért ezzel nem volt megijedve, és hogy könnyebb, mint gondolta. Az milyen? Jó, igen. De ilyen nagyon, én tudod, ilyen nagyon, tehát hogy, hát érti meg, köszöni, tök jó, csak hát ez nem annyira nehéz, igen, mint végig ezt ő gondolta. Hát gyerekek úgy, hogy elől vagy kész. Igen, úgyhogy... Úgyhogy azért az nem akármi. Nem láttam, mondom, csak úgy olvastam meg az összefoglalót, így megnéztem interneten, hogy azért az egy izgi verseny volt. Igen, meg hát mondom, ez a Rosberg fiú, ez folyamatosan ott van, és folyamatosan hozza a pontokat, és hát egyre fogyosabb a hangulat közte meg a Hamilton között. Hát, hogy azért láttam egy-két ilyen egy nyilatkozó, igen, gyorsan egy fotó, és mint, amikor már megvannak a fotók, abban a pillanatban, mintha tűz égetné a Hamilton, így kapja le a kezét a Nikónak a válláról, jó? Mosoly, igen, vissza. Hát igen, ők most elég nem, annyira, igen. Nem annyira spanok. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t. Jani, nem volt ötös. Írják. Leesett a tábla, biztos, hogy leesett a tábla. Lefújt. 1.400.000, ha szeretnél esetleg újra pályázni. Azért nem volt kírva, mert elaludt a lottozós kislány. Ezt Balázs küldte nekünk. Többen megírták, igen, hogy nem vitték el. Aztán Bali, magyarázd már elég, hogy mit jelent az, hogy a Garroson nem ülnek kint egy kivetítő előtt, és nézik, ők nem jutottak be? Pontosan? ez a magyarázat. Egyébként tényleg, hát kint tudod nézni kivetítőn. Vagy van, akinek nincs a center pályára jegye, máshova van, a centere már nem jutott be, de ott van a Garroson, érvényes belépővel, az leülhet akár csak Wimbledonban, bárhol is meg tud nézni. Ez azt jelenti, hogy a centeren nem vagy bent, de meg tudod nézni egy dombon, vagy egy kávézóban, vagy bárhol. Tök jó, ezt képzeld, én itthon is meg tudom csinálni. Hát én láttam Wimbledont azért a dombról. Picit nem ugyanaz, de egyébként nagyjából igen. Nézd, a hülye ott ült, te meg egy jó hűvös lakáson, igen, a tévéd előtt. Szinte hasonló, csak ott hallott a gyűvölt a stadion. Ezt Szivar kérdezte egyébként. Tegnap este Velence Budapest 25 perc. Az jó. Az jó. Az egy szép jó. Balú küldte nekünk, az egészen szép. Hétvégén voltunk az 50-es cirkuszban, Balázs, száfolom a cirkusz élményed, nagyon jó volt. 70 fok a sátorban, Zsolti. Hát Isten, hát az jó, hát az most benne, az most benne van, igen. De az 50-es cirkuszt egyébként dicsérte Balázs. Azt én szépeket mondtam róla. Sőt, te tulajdonképpen az összes cirkuszról szépeket mondtál, csak pont nem kapott el a hangulat. De nem az ötvösöt tényleg. Nem, ötvösséget kifejezetten ajánlott. Igen, én mondtam, hogy ez most nem annyira volt, aki leakadt Frankfurtban, a fele, de majd jön az ötvös, és ők viszont nagyon jók. Ma reggel jöttem Siófokról, 5-kor indultam, 112 alatt értem a harmadik kerületbe. 112 kilométer alatt? Igen, mert Siófok annyi. Pont annyi. Igen, a hajnalatitok. A hajnalatitok egyébként, igen. Nadal mérlege a Garroson 65-1. 65 győzelem, 1 vereség. Igen. Az lehet. Salako 89-1, az viszont nem lehet. Az nem jó. Nem jó adat. De a 65-1 az jó adat. Azt is megmondom, hogy kitől kapott ki. Söderlingtől kapott ki. Van itt azért. Az is szép név. Így lett Roger Garros bajnok, ahogy egyszer a Nadalt eltakarították, és ő megverte a Söderlinget, és így tudta csak behúzni a Garrost, mert ha nem tudta volna egyébként behúzni. Sose lett volna Garros, soha, ha nincs az Rogernek úgy lenne, pittom én 16, hogy minden megnyerde, a Garros nem tudta megnyerni. A Söderling egyszer megverte a Nadalt, és ő meg megverte a Söderlinget. 3 szettben. Kellett a takarító. Igen, na jó van. Hány éves volt, amikor az elsőt nyerte kb? A Nadal? Megmondom neked, szerintem vagy 18, vagy 19 és se húzta be az első Garrost. Az a 19 talán. Az nem rossz. Az nem rossz. Láttam föl az NSZ-en egy kis fotószállítást róla, a 9 különböző győzelem, ugye amikor tartja a kezében a trófeát, és hogy mindegyik, hogy változott meg így az emberke, és így tök jó volt látni, hogy egy picit, ahogy kezd érettebbé válni, amikor már nem annyira fontos neki az, hogy a mellőső biceps poz meg legyen, és hogy indokolatlan dagadó izmokkal tartsa a trófeát, úgyhogy szépen így ezek így elfogytak, ezek a képek, és a végére már melegítő fölsőben volt. Hát igen, az elején még erőt kellett mutatni. Igen, meg ő az elején még újatlanba játszott. Igen. Ugye azért volt dagadóizum, meg most már leszokott az újatlanba. Mondjuk még véletlenül se úgy tartott az egyébként 2,5 kilósat, nem mint, hogyha mondjuk nem egy 40 kilós francia rúdban bicepszezné. Na jó, hogy állunk a játékkal? 4-1-re megnyertem a hetet. Hoztad a hetet? Aha. Akkor... Én játszottam végig, egyszer megvertem saját magam, és utána pedig 4-szer megnyertem. Az szép. Mehetünk tovább. Csonka hét van, úgyhogy kell minden egyes győzelem. Lehet jelentkezni a játékra. Jó, egészen nyugodtan SMS-ben menj mindig. Mi pedig jövünk a hírek után. 6 perc van pontosan, 7 óra. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A
Tehetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló! 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 Ijesszük meg! Bak! Zsolt, hello, jó reggel. Igen, itt vagyok. Zsolt, hello, nagyon vártuk, hogy beleszóljál, hello. Igen, itt vagyok. Itt vagy? Igen. De, jó. De itt nincs. Te vagy az, Zsolt? Igen. Honnan hívtál minket, Zsolt? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz, mivel foglalkozol? Hogy... Éppen most megyek munkába. Jó, most még beszélsz, nyugodtan. Tehát még nem vagyunk játékban. Még, még bármit nem. Mit csinált? Mit csinált a hétvégén? Bringáztam, fürödtem, meg ilyesmi. Na jó van. A bringázás után fürödtél? Vagy a bringázás előtt? Mikor bringázás fürött? Előtt. Bringázás előtt, az jó. Jó van, Zsolt, kivel szeretné játszani? A Janival szeretné. Janival szeretné játszani. Ez a beszéd. Indultatjuk az órát? Persze. 3, 2, 1, tessék! Szia, Zsolt, szeretnél kérdezni? Igen, szeretnék kérdezni. Akkor meg is vagyunk, köszönjük igen. Szépen. Azt mondtad, hogy igen, szeretnék kérdezni. Hogy elrohant? Mi? Igen. Hogy elrohant az igen. A 3 másodperc? Hogy igen. Elszaladt? Se. Zsolt, te a mi beépített emberünk vagy? Nem. Na, nem. Ugye? Na. Jó, ezt azért jó, hogy kimondattad vele, nehogy azt higgyék, hogy... Már nem? Nem, így se. Köszönöm, köszönöm. Zsolt, ez egy nagyon rövid játék volt. Igen. Sajnos. Sajnos, igen. Mivel foglalkozol, Zsolt? Mi a szakmád egyébként? Kutyakiképzőknek védőfelszerelés. Aha, kutyakiképzőknek védőfelszerelés. Akkor az igény, hogy erre... Hát persze. Hát, hát, kutyaképző... hát minden nap elharapnak egyet. Ja, hát gondolom el. És tényleg nem csinálhatsz túl jót, mert akkor bedől a biznisz. Mindenki ugye? Csak egyet vesz. Igen. Zsolt, köszi a játékot. Ciao. Köszöntöm. Hello, ciao, ciao. Izgult szegély. Hát, igen. Igen. Szép volt, Jani. 1-0. Ennyi. Hát. Csonka 7 kell a pont. Ez is pont. Pont, ez pont. Minden pont. De jó, ez nagyon pont. Örülök, jó kérdés volt. Igen, bekérdeztél. Jól van, oké. Okay. Súlyos baleset Ausztriában, nem messze a soproni határtól. Teljes út zárt, dugó már Sopronban a Molkútnál. Szilvi küldte ezt nekünk. És a Richter előtt mérik a befelé érkezőket, ezt Robi üzente, ez a Gyömrői úton van. Gyári út vége, Center felé lerobbant autó a lámpánál, alakul a dugó, M6-os 50-52-es kilométer közös, most pakolnak ki a hídon a fotoművészek, Attila üzenőt, hogy ott is mindenki menjen lassan, illetve M6-os Adonyi lehajtó Pest felé mérnek. Ez lehet, hogy egyébként ugyanaz. Ez Zoli küldte nekünk, 4 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlva pontosan 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fehérvári úton kék fitness trénerek fogyasztanak, ha túlsúlyos a sebességünk, vagy zsíros az öv, tuti fogyás lesz. Ezt István küldte nekünk, 2 Ángödi Samsungnál mérik a Vác felől érkezőket, üzeni Ildi. Súlyos baleset Ausztriában, nem messze a soproni határtól, teljes az útzár, már Sopronban van a dugó. M6-os Adonyi lehajtónál Pest felé mérnek, ezt pedig Zoli küldte nekünk. Zoli, köszönjük szépen! Ez a legfrissebb. Hát kedvan, elindult a hét, ugye, egy kicsit könnyedebben, de közben mégis nehezebben, mert jobban beleragadt mindenki a hétvégébe, meg a 3 napos ünnepbe. Nehezebb visszajönni, de jobb, hogy kedv van. Nem, ugye? Ne nyírd ki magad, azzal kezdted 6-kor, hogy jó, mész be. A parlamentbe. Előterjeszted, hát már nem képviselőnek, előterjeszted, hogy keddi kezdés. Hát várj, az előtt azért kell egy kis gyűjtés. Hát szerintem meg tudjuk csinálni. Nem, ha valaki, akkor 200 000, hogy mennyi? Igen. Ugye? Körülbelül ennyit kell összegyűjteni, és akkor utána eldönthetnénk, szavazhatnánk, népszavazhatnánk, bármi lehetne. Az hamar megvan. Ha már szóba került a parlament, hűtik már a parlament előtt a teret? Látta ezt valaki, ezt a hűtőrendszert így működés közben? Mert ott ugye úgy van, igen, hogy egy vízhűtéses rendszerrel tartják karban ezt a követ, ami állítólag nagyon fel tud forrósodni. Ezt, amikor átadták, akkor láttam a televízióba, és elképzeltem magamat, hogy majd adott esetben, hogyha mit tudom, messzire nem tudunk menni, akkor azért csak elmenjünk oda seggen csúszni a vízen. Tehát, hogy... az nem lesz egy nagy túra, de hát most egy vasárnap délután elmegy vele. A parlament előtt seggen csúszni, azért
szerintem azért az nem olyan rossz buli. Ott elvileg az volt, igen, hogy valami vízhűtéses rendszer van, de hogy aztán ebből lett-e valami, vagy nem, egyáltalán rá lehet-e menni azokra a forró, nem tudom, gránitlapokra, vagy nem voltam még a felújított Kossuth téren. Jó, úgyhogy... de most miért sétálnál te mezítláb, érted, a gránitlapokon? Tényleg már? Nem? Hát ott megolvad a gumibabot. Hát, ja, az is oda ragad? Hát ha az annyi fokos, amennyi, akkor az ott megolvad. Megkérdezem a kérdést fel, hogy ne kopjon. Hogy tovább tartsa. Igen. Van egy nagyon jó kis ilyen műtavacska a tér szélén, vagy egy inkább szökőkút, és akkor ott szerintem sokan fognak fürdőzni az elkövetkező napokban. Az nem is tudom, de most azt miért tiltják például, hogy te van egy szökőkút, vagy egy ilyen kis tavacska valahol a városban, most miért nem menne bele? Elvileg egy csomó városban ezt engedélyezik külföldön. Azért 36 fokban. Magyarországon kiszednek belőle? Azt hiszem, hogy az van, hogy jön a rendőrség és kihorgász. A trébikóban csak mi fürdőzünk, de leginkább az apróért. Jó, de az más, az nem ügy. Tényleg, hát rengeteg nagyvárosban be lehet menni a szökőkutakba, és senki kicsit azért vannak. Hát nyilván előveszel egy szappant, és elkezded magad kicsit lemosni, az fura. Jó, hát az már sok, de az, ruhát mosol benne. Az már egy kicsit érdekes, de hogy simán csak belemenjél, itt a rendőr kiszed. Aha, tényleg? Nem lehet. Én úgy tudom, hogy nem szabad. A szomjamat se oldhatom? Hát a szökőkútból ne is akarod. Hát most miért? Hát, nagyon szomjas vagyok. Elvileg meg hűthetnél magadat vele, nem? Egy picit a homlokodat, kis zsebkendődöt, ha nem használt, és nem vászon, akkor így megnedvesíted benne, és a homlokodra, tarkodra rakod. Szerintem az a baj, hogy amit tiltanak, azt az emberek mindig csinálják. Hát meg idén egy külföldi, ez nem tudja, hogy nem lehet. Hát az belemászik. Ezért kell olyan kutakat csinálni, amik olyanok, mintha átlagos köztéri kutak lennének, de valójában azért vannak, hogy fürödhessenek bennük az emberek. De nem mondjuk meg nekik, hogy fürödtetnek benne, ergo használni fogják, és azt gondolják, hogy most ők egy kicsit lázadnak. Most ők egy kicsit így kijátszották a törvényt. Pedig dehogy, abban a kutban lehet fürödni, csak nem mondjuk meg. De akkor. Ezek zárt rendszerű kutak egyébként. Igen, körbe megy a víz. Tehát, hogy nem folyamatosan friss víz, hanem körbe megy, mondjuk abban négyen megfürdenek, az megy idő után már nem biztos. Hát... az ötödik már annyit nyer vele, mint amennyit esetleg vesz. Nem? Tehát, hogy... viszont nincs meleg. Viszont nincs meleg, ez igaz. Gellért előtt kínozzák még magukat a... persze. Az élet császárai? A Dunában? Igen, mert az meleg az a víz, mondjuk, de hogy ilyenkor még látni őket? Én nem láttam ott senkit. Akkor mehetünk, nem? Ha hozol, hely van? Ha hozol egy sampont, akkor én benne vagyok. Nem láttam. Ez a kifolyó vízre gondolsz, amikor beülnek oda a termál vízbe? Ott, amikor az alsó rakparton megyek, akkor néha szoktam látni itt fejeket, akik üldögélnek. De most nem. Most nem. Ebben a melegben nem kínozzák magukat. Elzárták, igen. Egyszer nem volt még olyan, hogy arra mentem volna, és lett volna helyem. Láttátok, a nyilván nem nézitek, nézse, csak a Viki. Akkor már tudod is, ha választott kérdésre. De szerintem igen, mert te is mutattad nekem, csak kicsit így direkt kérdezem. A Viki mutatott nekem egy képet hétvégén, hogy akadt el, nem tudom, Hajdú Péter Facebook oldala. Mert nézi. Hát hogy akadt rá? Mész, hogy akadt rá? Hát Hajdú Péter élete az... Én nem tudom, én nem ismerem még elég a feleségemet, mert ezen meglepődtem, hogy mit csekkoli Hajdú Péter Facebook oldalán. De nem is ez a lényeg, tudom. Hanem utána valóban megértettem, hogy ezt érdemes csekkolni, mert egy fotó van Hajdú Péter Facebook oldalán. Hát egy kettő mondatot beszélj már róla. Szerintem, hogyha a szórakoztatási faktort nézzük, akkor zseniális. Az egyik legszórakoztatóbb Facebook oldal Hajdú Péter. Zseniális. Igen. Azt mondja, 2 órával ezelőtt tették ki, ugye van a felirat, reggeli edzés hedvéjjel. De ez hogy van, hogy Hajdú Péter a kertben tartja hedvéjét? És néha a kertből előjön gyorsan, aikidoznak egyet, és utána hedvéj visszamegy egy ketrecbe? Vagy tehát mit csinál a Hajdú Péter, hogy hedvéj mindig ott van, mert tudtuk ugye, hogy a frisbee-ben általában felbukkan. Sőt, ha egy vendég lemondja, akkor a hedvéj fölállt a közönség soraiba, beült és csinált vele a Hajdú beszélgetést. És hát ő volt a Jolly Joker. Az van egyébként, hogy általában mindenhol felbukkan, ahol ott van a Hajdú család, mert hogyha megnézel a Facebook oldalát, minden harmadik kép hedvéjjel készült. Igen. Kevesen tudják róla, hogy 4 danos aikido mester. Ezt még tényleg kevesen tudták hedvéről, leginkább azért, mert senki nem tanulmányozza a hedvéj oldalát. De hogy aztán kiderül, hogy több kép is van hedvéj. Ők együtt élnek? Vagy hedvéj egy házi mókamestere a Hajdú családnak? Adnak rá egy csörgősipkát, egy piros orrot, és utána hedvéj szórakoztatja ott a tömegeket, akkor meg a gyerekeket? Hogy van ez? Hogy van ez? Kicsoda hedvéj ott a Hajdúnál? Ő a mindenes, ő a gondok. Ő a fűnyíró, a házmester, az őr, a kertész, a szakács és a bohóc? Figyelj, vagy ő micsoda? Fölmentem egyébként, amúgy hedvének is utána néztem, és az ő oldalán, illetve hát az egyik oldalon azt találtam róla, hogy ő egyébként tényleg aikidozott, azt mondja, hogy ő amerikai futbolista volt, és egyébként pedig ezen felül még practices aikido is. Aha.
Pratizes. Tehát, hogy ténylegesen. És valószínűleg ő egy ilyen állandó fellépő, testőr, hogy hívják, személyzet, barát, nurse, babysitter, és még minden más. Mindenes. De hol lép fel Hathaway, mert itt egy retro sztár, de szerintem... Hát most láttad a Hajdúék előkertjében a kapu mellett. De az, hogy egyébként a Hajdú kockás rövidnadrágban, sportcipőben, azt nem nyitott kertkapunál, azért aki ott elmegy, ugye? Mert hogy lássák, hogy a Buda Beverly Hills-én az... Ő közvetít egy jó, érted? Egy jó dolgot közvetít. Zseniális. A hogy kép az zseniális. Az nagyon jó. Zseniális. És egyébként ő nagyon tiszteli Hathawayt, és valószínűleg egy picit tart is tőle, mert hogyha megnézitek, akkor a póló alá begyömöszölt egy dunyát. Igen, de most Hathaway lett az edzőmestere, vagy a személytrénere, vagy meghalt a Hajdú személytrénere, mert látva ezt a fotót, a Hajdúna, ez most hosszú idő után most pozog először újra. Tehát keverjük a stílusokat, most ez itt a különböző harcmészeti stílusok találkozása, mert ugye a Péter az karatézik, Hathaway pedig aikidőzik, nem ugyanaz a kettő, ez egy karaté, ez a ki a jobb, a kung fu vagy a karaté. És tudnak egymással mit kezdeni, szerintem? Szerintem nem, mert hogy az egyik karatézik, a másik pedig aikidozik, az egyik dobni akar, a másik meg ütni akar. És honnan jön Hathaway? Tehát ő lehet egy kis tarcsál, és átmegy a Hajdújékhoz, hogy Hathaway nem lakik itt, leszáll Ferihegyen, és Hathaway goes to Hajdú, és akkor megy a Hajdújékhoz. Ez a nagy Hathaway rejtély. Most nem? Fölhívod a Hathawayt, hogy Hathaway reggel edzünk, és akkor ő azt mondja, hogy igen, és igen. Fölül a repülőjére. Nem hiszem, szerintem nem, ő itt él valahol, ott Buda Beverly Hills-ében, ahol ugye a Hajdú család lakik, és átjön egy másik házból. Igen. Vagy pedig lehet, hogy már a kertjében épített a Hajdú egy kis Hathaway kuckót, nem? Biztos, hogy egy ilyen összkomfortos, a praktiker faházott ház. Túl, amiben Hathaway lakik, és egyébként edz éjjel-nappal, és éppen annak megfelelően készül, hogy mire van szüksége a családnak. Nem lehet, hogy ők rokoni kapcsolatban állnak egymással? Hát egy ilyen a mama vagy a papa valahol egyszer valamikor egy kuntakintével félrenézett kicsit, és abból egy ilyen fura rokoni kapcsolat lett? Ez nem lehet? Hogy Hajdú bácsi esetleg egy kiküldetésen Kubában? Vagy esetleg ő a két gyerek keresztapja? Benézett egy fűszaknya alá? Benézett egy fűszaknya alá, vagy valamik nagypapa, tudod, valahol, Hajdubán, mm-hmm. nagypapa, nagy szépapa, ükapa, valahol egyszer valamelyik ágon félrekanyarodott, és Hathaway és Hajdú egyébként testvérek. Hathaway és a Hajdú. Tessók, hát figyelj. Hasonlít is a családnév. Nekem miért nincs egy ilyen barátom, mint Hathaway? Én akarok egy ilyen házi munkamestert, mint Hathaway. Ha kell. A barátja, ne legyen Hathaway. De mondjuk a Péter én akarok egy ilyen Hathaway. Tessék? Péter ne legyen Hathaway, így Hathaway-t mindenkinek. Tudom javasolni neked Pákót. Hát ne, én egy Hathaway-t akarok. Legyen egy Hathaway-je mindenkinek. Mondjuk az elképzelő, hogy Pákó önvédelmi gyakorlatot az előkertben, és az első mozdulatában hasba szúr egy gyakorló késsel, és csak azt mondod, hogy jó, akkor most ennyi már a Pákó, bocs, te. De hasonló nagyság kéne neked is, mint Hathaway, tehát egy letűnt egy retro sztár. Egy DJ Bobo. DJ Bobo. Én is arra gondolom. Ott lakna nála. Ha Hajdúnak lehet Hathaway, nekem miért nem lehet egy DJ Bobo? Én miért nem gyakoroltok a kertemben vasárnap reggel DJ Bobóval? Hát kikérem magamnak, tessék? Vagy tudsz elkidózni? Hát ahogy a Hajdú tud, úgy én is tudok. Tehát, hogy látva ezt a mozdulatsort, figyelj, ennyire biztos, hogy tudok én is. Miért nincs egy DJ Bobo? És akkor ő lenne egy a kertész, Bobo. Ő vágná a tuját. A DJ-t ezt felejtsd el, mert Bobo. Ez nem elég közvetlen Bobo. Oké. Bobo, gyere ide. Bobo edzés. Itt vagyok, kis gazdám, itt vagyok. És lenne egy Bobom. És ő lenne az egykori DJ Bobo. Merre vagy, Benny? Bobo van. Bobo van, sétálunk. Bobo, engedd be a gyereket ebédelni, majd utána játszatok újra. Itt kellene, hogy üljön minden reggel veled, Bobo. Mert ugye a frisbin is ott igen. Van a Hathaway mindig. Hát egyik csak itt csendes megfigyel. Másik aha. Oldalon Góliát. Igen, tehát ha úgy érzed, elfáradsz, akkor csak szólsz. Bobo. Volt egy ilyen képregény. Bobo és Góliát. Ezt mondod, igen. Valami szuper távcsővel odahoppon álltak, ugrottak. Imádtam Bobo és Góliát. Na. És abból lenne nekem Bobom. Aki ugye egykoron tudjuk, hogy DJ Bobo volt, hát már Hathaway se lép fel sehol, kivéve mondjuk a Turkevei Vattacukor Fesztivált. Nem más nagyon... Jó, akkor a hajdúböszörményi nem tudom, tandem találkozó. Most miért bántod a hajdú? Miért bántod a tandemeseket? A Csúsza Fesztiválon találkoztál Hathaway-jel? Hát be volt írva, úgy volt, hogy báj Alex, és utána. Utána felép Hathaway? Utána Hathaway. Ez a nagy Hathaway rejtély. És a Csúsza Fesztiválon volt olyan díját adó, ami mondjuk így a Hathaway átadhatta volna, de mit olyan Miss Perc. Miss Perc választása, amit mondjuk Hathaway-t vala. Azt értelmezni. Ja, nem. Na mindegy, gyerekek, ez egy nagyon érdekes kép, de szeretem.
Szeretem, meg szeretem jó, ezeket a képeket. Én is tanulmányozni fogom ezeket az oldalakat. Figyelj. Csinálni kéne már egy Facebook profilt magamnak. Hát ha ennyi érdekes dolog történik, és ennyit lehet nevetni, hát akkor csinálok magamnak. Csak mondom egyébként, hogy valószínűleg most Hedői vagy nagyon messze lehetett a felső, vagy az alsó kertben, vagy eltévedt egyébként olyan, ott a valamelyik az országos kék túra útvonal, ami ott megy el a Péterék mellett, mert hogy három kép is van fönt a Facebook oldalán közvetlenül. Hedőnek. És mindegyiken rajta van a Hedői. Az első kép ugye ez a bejöttél a kertembe, Dick Máhe, megállítalak. Próbálj megállítani te is, igen. Ez a, az önvédelmi mesteri gyakorlat. A másikon Dáviddal látható, Péter gyönyörű szép kisfiával, ott tartja a kezében és mélyen a szemében néz, picit eltolja magától Dávid Hedővé bácsit, majd nézzétek meg. Hogy azért, nem annyira örülnek. Igen, igen, neki ez nem tetszik. Azért ott van benne egy pici kis félelem, én úgy érzem, de Hedővé nagyon-nagyon-nagyon mosolyog rajta. Harmadik képen pedig ott van Kata, Péter és Hedővé bácsi, és Hedővé bácsi úgy rámart Kata néninek a karjára, hogy én azért... Hogy konkrétan üszkösödik a Kata vállam, ami megállt. Én azért dumálnék vele, hogy... Tehát nem lehet, hogy ott egy ilyen belső harc van a Hajdú családban, hogy, hogy a Hedővé és a Hajdú csatázik, mert a Hedővé úgy markolja a Katát tényleg, hogy azt mondja, ő már az enyém. Uh-huh. A fenevad elejtette. A fenevad elejtette Hajdunét. A szörnyetek ismét rabolt. Elrabolta. Elrabolta a Hajdunét. Szerintem... Ő már az enyém, de a Péter nem tudja, mert ő belenéz a blendébe. Hát ő akkor igen. Fotóra. Lehet, hogy a Hedővé ezzel titkon üzen. titkon üzen ezzel. A Hajdúnak, aki majd csak otthon veszi észre, amikor megnézi ezt a képet, hogy, hogy rárabolt a nősténybe. És már Hedővé a Kata, és nem a Hajdúé. Nem lehet? Vagy hát, ez egy ilyen Hedővéért menő csata, hogy ki Hedővé, a Katái vagy a Hajdúé, vagy mi történik ott? Ez valaki magyarázza meg nekem. Testőr is, ennyi. Tehát, hogy ő tulajdonképpen testőr is. Igen, valaki azt írja, és ebben lehet valami, hogyha megnézzük jobban a Hajdú nevét, akkor az Hajdú B. És akkor... Jaj, ne! Hajdú B. Hajdú B. És akkor így, így lesz ő ugye a Hedvének a, az uncsi tesója. Nem lehet, hogy egyébként a, azt mondja, hogy hogy a képeknek a sorrendjéből ki is lehet következtetni magát a sztorit. Tehát először ez elkészült, hogy ez a kedves kép itt van milyen pizzéria előtt, ahol látszódnak. Péter megnézte a képet visszamenőleg, és látta, hogy, hogy Alexander Nestor, mert hogy ezek a keresztnevei Hedővének, hogy Alexander rámart egy kicsit Katának rám, a karját. Rámart egy kicsit a Kata, igen. Úgy szorítja a Kata karját, tényleg, hogy Lilula Kata. Ez igen. Egy, igen. És ezután kihívta a Hajdút? Nem, ez egy picit így rosszul esett a Péternek, és akkor mondta Alexandernek, hogy gyere, dumáljunk már elől egy kicsit, mert hogy azért mégiscsak érted, a tenyeremből leszel, a házamban élsz, és most meg még markolászod a bal karját és a csajom. Tehát akkor első kép csajmarkolászás. Így van. A második kép a gyerekes. Béküljünk ki a gyereke. Alibit akart, hogy hogy látod, igazából nem arról van szó, hogy csak rámartam a Katára, hogy nem, hogy imádom a családodat, gyorsan, gyere csak ide, Dávidka! Dávid eltolja. Gyorsan csináljuk egy közös képet, Dávid, tolja el magát. Dávid leveszi, eltolja, hogy ez egy kamukép, nem igazi szeretet, és az végén az utolsó kép, amit mi elsőnek apostrofáltunk, az amikor az nem edzés, hanem enyém a nőstény, nem enyém a nőstény. Hajdú Péter megpróbálja kirakni Hedővét a saját házába. Ja, hogy ezért van nyitva a kapu? Kép aláírás. Hajdú elkeseredett küzdelmet folytat, hogy kirakja Hedővét a lakásából. Hedővé ellenáll. Ez a kép aláírás. És mivel valószínűleg nagyon-nagyon elpusztította Pétert Hedővé, ezért gyorsan kiírta Péter, hogy ő egy négy oldalú sájkidós mester, hogy ne legyen annyira kellemet adok. Hát ők vagytok, persze, hogy titeket is lepusztítan egy négy danos. Igen. És van egy olyan kép, ahol Hedővé, vagy valóan Hajdú már csak egyedül van egy strandon. Tehát valószínű, Hedővé annyira elverte, hogy elmondta Hajdúnak, hogy ennyi van őstény, de most egyedül lemész a strandra, és az már a kép aláírás, hogy nagyon kikaptam Hedővétől, egyedül kell a strandra jönnöm. Napszemüveg is van rajta, hogy ne látszódjon a monokli. Hát... Szomorú vagyok, egyedül vagyok strandon. Hedővéjé a nőstény. Illetve még azért ezt nézzük meg, hogy ez a kép ez csak a felső testét ábrázolja Péternek, tehát könnyen lehet, hogy az alsó testét leszakította Hedővé, és rárakta egy ilyen szobajnasra, és kitolta a napra. Simán lehet egyébként. Amúgy az edzéses, verekedős, kinek a csaja képes fotó, hogyha mondjuk egy nagy panoráma fotó lenne, akkor lehet, hogy látszik rajta Kata is, ahogy rohan feléjük, és ne csináljátok! Ne szakítsd el! Szóval akkor lehet, hogy a Buda Beverly Hills, bár Hedővé az úr? És ott ül simán egy kis lehet. Koronával, egy kis jogarral, egy kis országalmával a kezében, és a Hajdú kertészkedik a saját házában? Egy gyomlája a tujákat? Én simán lehet, tudom kézzel. A gyerekek, ezek nagy rejtélyek. Tényleg föl kéne már mennem Facebookra, ott ilyen érdekes dolgokat lát az ember. Azt hittem, hogy a Péterékhez körülnézni egy picit. Nem voltál még, csak meghívott.
De voltam már náluk. Hát akkor hogy minek menjünk még? Kiabáltam is a kertben, hogy hedövé, szeretnék vele találkozni, gyere ide, gyere. Gyere ide, de sose jött. Amikor én ott voltam, sose jött elő. Még hát nem voltam persze, sokszor. Persze, zárva volt az ajtó. De lehet, hogy megijedt. Na, de nem? Tehát őszintén... lehet, hogy ő megijed az idegenektől. Félős egy kicsit. Ott kellett volna lennem többet, és akkor előjött volna. Nekem nagyon barátságosnak tűnik. Nagyon barátságosnak tűnik. Mondjuk lehet, hogy itt már le van nyugtatózva, de hogy most tényleg, hogy megpróbálok finoman fogalmazni, hogy nem... keltene benned vegyes érzéseket, azt ha látnád, hogy Hedővé markolászta a Vikinek a bal karját, utána pedig a Bennyvel, hogy hívják, sergőzik. Hát ha családtag, akkor nem. Ha ez egy presztízs harca, hogy mi ugye megcsináltuk a kép aláírás, és éppen azért megy, hogy kié legyen a bérlemény, meg kié legyen az asszony. És Dávid is most már az én gyerekem. Tehát lehet, hogy a Hajdú most fogolja saját házában, és egy szájába tömött biliárdgolyóval ül a gardrobba. Egy nyakkendőbe fölkötve egy fogassal, Hedővé pedig ott uralkodik már a családon. Hogy neki is van most már, de nem kis faház, hanem egy kis praktikeres kutya óla, amire ki van írva, hogy Peter. ott kell laknia. Na mindegy. Hát gyerekek, ő beépült a családba. Hát most csak irigyek vagyunk, mert nekünk nincs tényleg egy ilyen nemzetközi barátunk. Igen. Én picit sajnálom, nincs ilyen a virágnak. De most nem lenne jó? Te kit szeretnél magadnak? Ki a virág kedvence? Most kire gerjünk? Neki Péter bejönne szerintem. Most még nem mertem megmutatni, mert az a baj, hogy a kasszába is majdnem beleszeretett. De mi szereti az én nagy darab kicsit elhízott férfiakat? Szereti. Igen? Igen, bejönnek neki. Ezek, miért? Nem ilyet? Nem ezt látja otthon. Miért? Pont ezért. Igen. Mindig az ellentétes kell. Úgyhogy szerintem a Péter bejönne neki. Igen. Most nem mertem őt még megmutatni, mert de mutasd be neki a falusi Marian. Hát a Marian cuki, tehát hogy szerintem ővel is egyébként nagyon jól járnak. De azért kellemetlen lenne, hogy a Péterbe beleszeretne. Kit kérne most? Mert ugye van egy Bobunk, van egy Edvén, nálad ki lenne? Fú, várjál, Meatloaf. Vagy Bud Spencer. Carlo Pedersoli. lenne egy saját kis Carlo Pedersoli. Szereti Bud Spencer? Igen. De akkor előbb-utóbb, tényleg, előbb-utóbb akkor az lesz majd, hogyha ilyen 16-18 éves lesz, és beállít egy ilyen kicsit pocakos, ilyen kis izépalival, az kemény, az neked kemény világ lesz. Hát csak mondom, hogy... Szeretnéd, hogy egy ilyen sportolt, jóvágású, jósvádájú fiatalember legyen mellette, és egy ilyen kis pocakos, ilyen kis elhízott, ilyen kis mama kedvence lesz. Kassa Tibi és Tarány Tamás. De most komolyan. Akkor tényleg rá van állva. Tényleg rá van állva azért. Imádja ezt a típust. Imádja ezt a típust. Megérkezik majd egy ilyen mackósakat. Megérkezik majd egy ilyen kis Danny DeVito-val. Nézd, apa, nézd a pasi. Miért rugat? Miért nincs itt a hús? Hát nálatok mondjuk nem lesznek nagy családi ebédek. Én egy... Vagy lesz meg, de nekem nem semmi. Tehát nálad van majd a ki lesz őd, ki jöd, a vejed? Igen, a vejed. Ugye a vejed? Én egy picit tartok tőle, mondjuk nem egy környéken lakunk, mert mi azt nem tudnánk megfizetni, de hogy tényleg egyszer kimegy játszani a Tatabánya térő virág, és aztán jön haza, és akkor nézd, apa, kivel frizbiztem együtt. És ott lenne a Hajdú Péter. Igen. Bari, amikor a Hajdújéknál voltál, azt kellett volna kiabálni, hogy what is love? És akkor lehet, hogy előjött. Nem, csak azt kezdem, hogy hakni. És rögtön kirongyolt volna a hátsó kis házikóból elő. És a fotó hogy készült? Vajon, hogy megkérte a katát gyerekkel? Ez igaz? De nem úgy, hanem hogy nyomtak egy gombot a telefonon. Beálltak így. Na jó, most jó? Jó a fény? Nagyon jó a kérdés. Érted? Ki készítette a fotót? Na? Kata, a fogjulejtett Kata. A szabadság reményében. Igen. A fogjulejtett Kata készített. Amíg működőképes jobb kezével, mert ugye a bal az elhalt. A bal elszorította. Hedvei az óriás. Igen. Kelly Family-t kellene nekünk egyébként a kertünkben. Na, azt szeretném. A Kelly Family néhány tagját. Állam nem férnek el. Egy évre vendégül láthatnám őket. Zöldségkába szakállal, bányászlámpával csákánnyal. ott dolgozzanak a kis... A törpének kis kertecségben a Kelly Family. Na jó van, oké, hát megvitattuk ezt a nagy rejtét. Te jó egyébként szórakoztató az oldal, mindig van rajta valami csemege. Érdemes egyébként látogatni. Oven bácsival, Beru nénivel játszunk nem sokára, SMS-ben lehet jelentkezni, jó? Ha valaki szeretne magának ajándékcsomagot hazavinni relikviának, akkor tegye meg, hogy ír nekünk SMS-t, jó? És akkor valakit nem sokára visszahívunk. Balatonberény felé érdemes kerülni, van egy baleset, azt próbálom megkeresni, hogy hol van pontosan, mert az SMS ez most jött meg, de maga a baleset még nincs meg, viszont a soproni dugót azt egyre többen írjátok, hogy ráadásul a szervek most álltak itt trafizni, ez Zoli küldte nekünk, hatalmas dugó van, ez egyébként még Ausztriában van maga a baleset,
csak már visszadugult ugye egészen Sopronig, úgyhogy ott is, ha valaki tud, kerüljön. M7-es, 77-es kilométer Budapest felé kerékpáros a leállósában. Hogy? Hát ő elindult. Megállt. Megállt egy kicsit. Az a legegyszerűbb. Megállt egy kicsit, és teker. És a Gyömöri úton a Richter előtt mérik a befelé érkezőket, figyelje mindenki, ezt Robi küldte nekünk. 7:30 múlt, 2 perccel jövünk a hírek után. Pontosan 3:48 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M1-es, M7-es Oceanig beállt, az okát egyelőre nem tudjuk. Balaton-Szentgyörgyön a lámpánál van a baleset, de kerülni nem érdemes, hamar átengednek a rendőrök. Ez Csilla üzente nekünk. És már megindult a forgalom a soproni határon, nagy a torlódás, de már folyamatos a haladás, ezt Zsóka írta. Igen, Balatonszentgyörgy Piki Centrum, 3 autó ütközött, félpályás útzár. Kerülni a Sport utcán át lehet. Hát ezt a szentgyörgyiek biztos, hogy tudják, hogy merre van. Köszönjük. Megnéztem a Péternek az oldalát, még nem került fel a Hedővé a baleset és sebészet kötözőink című kép. még nincs ott? Még nincs. Jaj, gyerekek, milyen kalandom volt nekem tegnap. A Bodzolit kellett riasztanom, képzeljétek el. Nem á. Ez tök komoly. Ugyanis rájöttem, és rájöttünk egy baráti társasággal, hogy... Hogy nem a kő mozog, hanem az egy aligátor. Hogy teljesen hülyék vagyunk a természethez, és bejött egy ilyen 1 méter, 1 méter 20-as valami dög a garázs bejáratnál, abban a társaságban, ahol voltunk, egy kerti partim. Egy 20-as. És egyszer csak, igen, egy 20 hosszú volt, és egyszer csak üvöltöznek a gyerekek, hogy gyertek, gyertek, meg kígyó. Ó, oh, de jó. És mondtuk, ott sütögettünk, kiszogatunk. Iliszta. Hagyjad már DJ Bobo. Na, Bobo. Kapd el. Doktor Alban. Mondtuk, hogy ne butáskodjatok, kígyó, nem. De, hogy menjünk oda, kígyó. Hát, mondom. Csak megnézzük, tudod, Benni jött, már meg, követ dobok rá, tudod, megfogom. Tudod, amikor megfogom, na akkor itt gyorsan a szülői reflexek elindultak. Igen, bekapta az egyik gyereket. A feje szélesebb, mint a farka, és olyan, mint hogy egy pápa szem lenne rajta. Mi lehet ez? Hátra mentünk, és azt láttuk, hogy egy ilyen 1 méter, 1 méter 20-as ilyen barna, erősen sziszegő, valami nyálat köpő valami van a garázs bejárónál, meglehetősen agresszív volt, kicsit ágaskodott, úgy kinyomott valami ilyen nyálat a száján. Ami fölmarta a betont. Ami sav volt, és átmarta magát. És... Basszus, kinyitva hagyta a slagot a viki. Igen, annyira be voltunk szívva. Nem. Ez egy kígyó. Ott állt 3 felnőtt férfi. Ez egy vérkígyó. És azon gondolkoztunk, hogy na jó, tudod, ezek a szokásos mondatok. Ne fogd meg, mert harap, sikítoztak a nők, a gyerekek. Követ dobok rám. Gyere innen, megfogom. Anyakallat, szoríts le, nyársal láttam a Discovery-t. Jó, megfejtettük a dolgot. Az úszómedencének a tisztítóját, ugye amivel így kihalászogatod a leveget, lefogtuk az a pitont. Az milyen jó lesz, így fogom. Láttam a nesenelt, fogjuk le a pitont. Nekem van belgrízes késem. Vágd el a nyakát. Férfi társaságunk egyik nemes példánya, élete kockáztatásával megközelítette a fenevadat. Még nincs családod. Már csak egy gyereket van. Vagy már van és mindegy. Megközelítette a fenevadat, és leszorította ezzel a kis, ugye ezzel a kis levél kiszedővel. Gyors egy ilyen kígyó? Baromi gyors, baromi nehezen tudod megfogni, közelébe mentem. De a barátsa lassú. Próbáltam a közelébe menni, és kidőlt egy sziszeg. És ilyen sziszegő, ilyen támadó hangot adott, és ott álltunk 3-an, plusz a gyerekek, meg az asszonyok, persze mi férfiak, vigyáztunk mindenkire, és rájöttünk, hogy fogalmunk nincs, hogy mi van a kertünkben. Fogalmad nem volt. Na most tessék, na, hát a japán cseresznyét az ismert. Figyelj, a brazil körtéről megmondom, hogy brazil körte, bármikor. 1 méter 20 hosszú, barna színű, és fekete ilyen csikok vannak rajta. Uh-huh. Sziszekő hangot ad, kicsit nyitogatja a száját, és kiköp valamit. Homoki vipera nem lehet, mert a medencébe volt. Nem a medencébe jött valahonnan, a vipera állítólag egy 80 centinél nem nő nagyobbra, ez ilyen 1-1-20 volt. Aha, és vastag a vipera. És vastag. Egy mutás. Megmered fogni? Példáj. Ne, de miért kéne megfognod? Semmi baj, mondom, gyerekek, ura vagyok a helyzetnek. Fogta Májet. Viki tárcsázta, Bodzoli, van állatbefogunk. Bodzoli, 6-szor írtuk, nem veszi föl. Hát pont befogott nyilván. 2 óra múlva jön egy szám. Halló, mondom, Zoli. Zoli. Aludtam. Mi a baj? Mondom, Zoli, rohadt nagy fél nem van. Fotozz le, most. Küldd át a képet. Na, mire átküldtük neki a képet, kidőlt, hogy mi volt. Kértünk a szomszédból 2 darab kesztyűt. Dupla kesztyűt. Azt hittem, hogy 2 balogot, vagy jobban be tudjátok világítani a kígyót, nehogy valami olyat küldjetek át neki. Figyelj, nem mertük megfogni.
ott álltunk konkrétan, féltünk tőle. Nem, mi van a harap? De várj, mi két órán keresztül valamelyikötök szorította le. Fél órán keresztül fogtuk ezzel a medence leszorítóval. Majd jött a segítség, polgárőr barátunk az utcából, hozta a vödröt. De jó, amikor fél órája állsz, már leadták a dobozos sört a srácnak, aki fogta. Mert szolgáltiálművel érkezett a polgárőr? Köszi, Istán, majd jövünk, szevasz. Elmentünk addig sütni. Szolgáltiálművel érkezett villogva? Akció az utcában. Akció az utcában. Akció a Balázséknál. És kiderült, hogy ezt fel lehet venni úgy, ő is mondta, hogy ne fogjuk meg, mert hogy állítólag harap. Mondtam, hogy fogd meg a farkánál, tudj, ilyen okos beszélgetés. Fogd meg a farkánál, nem, akkor visszaharap. Akkor fogd meg a nyakánál, mondta valaki. Nem hol fogod meg a kígyót, hogy ne harapjon meg? Ugye azt szokták, hogy leszorítják a fejét. Igen, és a farkánál megfogja. Én láttam a Nesen ellen, hogy megemeled a farkát. Ezt mondtam én is. Megemeled a farkát, és akkor a testének az eleje lemarad. Ezek kirögtek. Na, srácok, sok ilyet láttam. Így láttam. Mondom, megemeli a farkát, és nem lesz baj. Ugyanígy tanácskoztunk, mint itt hárman. Srácok, nyugi. De ezt is láttam a Nesen ellen. Én is megfogja így. Csak mondom, annak a kígyónak gyakorlatilag az egész este egy izomköteg. Visszaharap. Felfelé emeled. Láttam már ilyen tréfás mutatványt pont így. A lezser szakértőtől. Úgy visszamart a kígyó. Na most így álltunk ott a garázs előtt. Három, aki fog meg a nyakát. Ja, de láttam a Mesen ellen a farkát fog meg. Igen. És három-negyven éves férfi. Rosszul emlékeztem valahol. Igen. Igen. És akkor elindultak ez az, tudod, a befogó utolsó mondata. Hagyd csak, ez egy vízisikló. Igen. Balázs utolsó mondata, hagyd Beni, intézem, láttam ilyet a Nationalen, tudod, mindenkinek volt egy utolsó mondata. Figyeld apát, amit megcsinálgatja. Beni, légy büszke apádra, láttam ilyet a spektrumon. És azon, a farkánál akartam megfogni. Uh-huh. Azt mondták, ne tegyem, de mondom, ember, hát láttam ilyet. Hát ott fölemelte. A szép kódját mondta volna, meg azt volt, hogy láttam ilyet a Nationalen, ez volt az utolsó. Beni, és mire emlékszel apádba? Hát nagyon aranyos volt, azt volt az utolsó mondata, hogy hagyd Beni, láttam ilyet. Láttam ilyet a spektrumon. Mondtam, semmi baj, megvan a megoldás, hozzatok nyársat. Leszorítjuk a nyakánál, senki nem akarta ugye megölni. Kivéve az asszonyok, ők már megölik, követ dobnak rá, hozd el onnan a gyereket, a gyerek sikít, mindenki üvöl, tudod, óriási kavarodás. Megvan a megoldás, fogja meg a nyósom. tegyük be a kertjébe. Hogy leszorítom a nyárssal a fejét, igen. Aha. És akkor a nyakánál megfogom. De az nem jó, nem mert volt akkor... nyárs. Ja. Hát ugye. Ez újabb fél óra. Hozzátok a nyársat. Hozzátok a nyársat, de csinálom, lefogom, Balázs, láttam. Nincs nyársunk. Igen, hozzatok bármit. Na mindegy, aztán jött a polgárőr, és az avar összeszedővel... De várjál, de van otthon kis telefonszámod? Ilyen ne, kis, van ott egy kis könyv, ilyen, hogy hívják, ilyen kerületi, vagy nem tudom, milyen település hírmond, és bennem a polgárőrség. Nem. Lehet, hívom is. Nyitva volt, volt a kerítés, mint a hajdújéknál, amikor edzett a hedvéjjel. És kérdezte a barátom, akin voltunk, hogy hova dobjuk. És mondom, figyelj, dobjuk be a szomszéd, azok nincsenek ide. Kösz szépen, itthon vagyunk. Ez a legjobb. Mondom, pont, csak te nem vagyok itt. Tudod, csak egy teszt volt. Csak bockottunk, tudom, hogy itt vagytok. Dobjuk be hozzájuk, mondom, úgyhogy csak de itt vagyunk. Akkor a kert szomszéd. Mi is itton töltjük a hétvégét. Mi is itton vagyunk, köcsög. Tehát, ez itt mellettem, ez playboy-e, soha nincs itton. Most kivételesen itt vagyok, hagyd be. Hozzá ne dobd be, mert visszadobom. Tehát elindult egy ilyen, tudod, mindenki bekiabált, szomszédok, azon 600 aki... Csak hogy ti is lássátok, nagyon érdekes állat. Igen, nézzétek meg, nálatok is vannak... Igen, nálatok is vannak gyerekek, nézzétek meg. Na és hát erre a csődületre már ugye megérkezett. Polgárőr, kis bajusszal. Mi történik itt? Mi ez a gyülekezés? Mi ez a tumultus? És meghozta az avar söprögető, tudod, amik ilyen fémszálai vannak, mert mondta, hogy abba beleakad a kígyó. Beleakad a kígyó. És arra fölkapaszkodott, és úgy bedobtuk a vödörbe, szatyrot húztunk a vödörre, életünk kockáztatásával, és elvittük vissza. Valahol az erdőbe. Na, az jó. Kiderült, hogy ez egy kockás vízisikló, kockássikló. Ugye Bot Zoli a nagy állatbefogó másfél órás szúnya után, mire megriadt így fél négy körül és visszahívott. Mondom, Zoli, ha most három madárpók lenne a kertben, már halottak lennénk. Van nálam nagy kígyászkönyv. most vagyok a 123. oldalán. Már csak 500 van. Kockássikló tojásokat rak, azt mondta, és harap. Ha meg lehet... fordul a kígyó. Az tök jó, mert akkor lesz egy csomó nem kis kígyó. Hogy nem. Az lesz egy csomó kis kígyó, mert ő már most írva letette a haverodnál a tojásokat. Tojásokat rak, harap és köp, nem tanácsos megfogni, mert elég nagyot tud harap.
harapni, és valami nyálat, vagy valami savat tart ő a szájában, amivel ő téged így finoman szemen tud köpni, nem túl szerencsés egyébként a közelébe menni, és elég nagyot harap. Úgyhogy azt hittétek, hogy hol kis girisztával birkoztunk mi, egy kockás sikló volt. De megfogtuk. Aztán bementünk a garázsba tojásokat keresni. Nagyon jó. Nálunk is azért megy az idő, nem? Nagyon így... jó. És 10 percig a garázsban tojásokat kerestünk. Kinek a feleségével keresett tojás? Hát mindig ilyen vetésforgó van, tehát megyünk körbe. Figyelj, azért egyébként a dolognak van egy nagyon komoly tanulsága is. Hogy a Bodzolit ne hívjátok hétvégén, mert alszik. Ugye? Tehát amikor adásban van, azonnal itt van, amikor privát segítséget kérek a Magyar Észventúrától, akkor 2 órával hív vissza, mert nagyon alszik. És ha Szilágyi is ott van mellett, akkor ez már több, mint munka kapcsolat. Kérdeztem, hogy együtt aludtatok a Szilágyival, de mondta, hogy nem, egyedül alszik. Jó, hát néha neki is pihenni kell. Az a baj egyébként, hogy, és ezt a Zoli is valószínűleg elmondta, és nem csak most a hétvégén nektek, hanem korábban is azért többször jelezte, hogy vannak olyan nagyon felelőtlen és ostoba emberek, akik vásárolnak maguknak adott esetben mondjuk egy mérges kígyót. Na ezt mondták ott. Igen, nem így van. Erről beszél, mindenki mondta, hogy sikló. Kidobja. Jöttek az asszonyok, és azt mondták, várjál, mert megint nekik volt eszük, de mi van, ezt valaki elengedte az utcán, vagy valaki kidobta. És abban, amikor látod sziszegni, látod, hogy valamit így köp, akkor azért nem mész oda, csak úgy fogod meg, hogy hát, csak egy kockás sikló, láttam ilyen ultraalbumban, tudod, nem így megy. Szorítod, lefogod, gyereket viszel el onnan. Biztos, közel mész, kesztyűt veszel, beöltözöl, lombszívóval rámész felszívni, tehát hogy minden megteszel. Te sok minden ezért, ez mondjuk a kígyókos speciál nem annyira. Igen. Nem annyira. Mikor bemondta, hogy kockás sikló, kicsit elszégyeltem magam. Kérdezik, mi volt? Nem, kockás sikló, de never nagy dobra. Nem mondd el senki. Ez csak egy kockás sikló. Miért nem mondtad? Kockás pitot? Ez csak kockás sikló, bármikor meg lehet fogni. Megkarapott a rohadt élet. Csak mondom, Zsipad az egyetlen karom. Mérges siklófaj. Ja. Egy percet el fogsz aludni, bázsa! De az eset különnyomás részében a bénultság elmúlik fél év alatt. De az a baj ezzel tényleg, hogy megfogsz egy ilyet, és akkor azt mondta, hogy nem voltam gyerekek, jó, jóra vagyok a helyzetnek. Egy perad, azok is fönn a jegyeit, Magyarország nincsenek olyan ősnos kígyófajták, amik igazán veszélyt jelentenek. Nem érdekes, ne törődj vele, Magyarország nincsenek olyan fajták. És eldőlsz. Ez volt. Fekete mamba, Magyarországon nincs fekete mamba. Balázs utolsó mondata. Ugyan már ez nem fekete mamba. De Márk még mindig az arcán fekszik. De ő már 10 perce nem mozdul. Sokat ívott. Igen. Mondtam, hogy ne jön a bóléba. Igen. Bali utolsó mondata, hagyd csak láttam a National-en. Hagyd csak megoldom. Ez lenne a köveden. Tudod. Tényleg láttam a National-en. Csak nem ezt. A legbátrabb a társaságban. A 10 legveszélyesebb ragadozó állat. Mondta az Zoli, megdicsért, hogy nagyon jó, hogy nem fogtuk be, pont az elengedett állatok miatt. Tehát ha bárki ilyet lát bárhol, ne legyen ez a hadd csak sikló ismerem. Aha, mert hogy nem szóljunk neki? Nem, alszik? Hanem, hogy hát igen, ébresztjük fel, hogy 10-ből 5-ször azt mondja már, és ez sokkal inkább elengedett állat, hogy valaki megunja, tényleg elengedi, és nem túl szerencsés a dolog, hogy te meg azt hiszed, hogy ismered és megfogod. Hiába néztél sokat, mert hogy igényes vagy, mindenféle természet csatornákat érted. Mert ilyenkor tényleg jönnek a jó ötletek. Igen. Lábatlangyik, papucsórán pamudolj, slag. Igen. Giliszta nagyra nőtt. Igen. Ne robolos Giliszta. Voltak nagy megfejtések. Na jó van. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, hogy hívnak? Zsófi, hello Zsófi. Szülinapos vagy, Zsófi? Nem, államvizsgázni megyek. Jó, te vagy az államvizsgás, igen, mert az többen írtak. Szülinap államvizsga, miből államvizsgázol? Andragógia. Mi van? Andragógia. Felnőtt képzés. Ja. De hát ez nagyon izgalmas. Nagyon. Látnád a szemét, hogy csillog. Most egy szóval többet tudunk erről, de hogy ez egyébként mi az a felnőtt képzés? Az mit jelent? Hát ugye ez a felnőtt oktatás, felnőtt képzés, végül is 3 szakiránya van, a művelődés szervező, a személyügyi szervező, és lett volna még egy, aki ilyen tréningeket tarthat, ilyen multiknál, meg ilyesmi. Tehát végül is ez a ilyen felnőtt képzési dolog. Uh-huh. Hát ez, igen, ez elsőre is ennyire izgalmasnak. Igen, de most is, hogy ezt így elmondtad. Igen, jól van, oké. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Kimentek a természetbe. Igen. Ugye? Barna ez valami madár. Kockás. Barna sikló, madár.
Mindenki megfejtette, hogy mi ez. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ó, hát ez. Nehéz, mi? Már várjál, gondolkodom. Lehetne még egyszer? Igen, mutatjuk, figyelj. Hát, ha nem ismered tőle ezt az egy számot, akkor nem ismersz tőle semmit. Ugye, nincs ez az egy száma van. Ne semmi? Nem, basszus. Jó, nem baj, mutatunk hosszabbat, jó? Oké. Okay. Hát, ha ebből se... Na, hallgattál minket ma reggel? Persze. Na, hát... Vajon? Hát, kiről beszéltünk? Ez egy... Hát, övé! Azt hittem azt mondani, ez egy hajdúdal. Meg azt hittem, hogy Rafael Nadal. Nem volt meg? De most már így égen, basz. A diszkópatkányok. Bizony. Jó, hát a bögrét kivettük, de megér okay. Alátét, meg mindenféle nyakba akasztó, minden lesz benne. Jó? Oké, okay, köszi szépen. Nagy kalappal neked. Köszi. Hello, Zsófi, ciao, szia. 8 óra múlt pontosan 1 perccel jönnek a hírek, a hírek után itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan 17 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, kedvan elindult a hét, jobb ez így, kedden. Sokkal könnyebben indul, holnap már szerda, csütörtök, péntek, nem mondom végig, de valahogy egy kicsit tényleg jobb így kedden kezdeni. Torlódik az M7-es szekszárdi kihajtója Budapest felől, óvatosan a kisorolással. Ezt Csé Papa küldte nekünk, a Budafoki út a harmadik kerület felé be van állva, mint Snoop Dogg, és mérnek a Váci úton befelé az 50-es táblánál, ezt Öcsi küldte nekünk, illetve ebben a pillanatban jött még egy M3-as 154-es kilométernél Debrecen felé van egy trafi, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Marad a kánikula, egészen szerdáig, csütörtökön mondanak valami kicsi hidegfrontot, de nem tűnik vészesnek. Meg pici nem? Esőt. Kis valami, ugye? De nem egy komoly lehűlés, vagy nem egy komoly hidegfront. Hát a 36-hoz képest a 26, az 10 fokos. Igen, az igaz, ahhoz képest az 10 fok, de még az is abszolút tűrhető lesz. Na, egy nagyon érdekes témával foglalkozunk a következő órában, mert szerintem van a szolgáltató iparnak egy olyan láthatatlan szegmense, akiket mi nem tisztelünk eléggé, nem foglalkozunk velük eleget, és mégis nap mint nap azt hiszem, hogy hát a kínó kínját kell kiállniuk, és elviselni mindenféle, hát kevésbé tájékozott, kevésbé intelligens, néha megkockáztatom meglehetősen buta, sötét vevőket, és olyan embereket, akik betelefonálnak különböző ügyfélszolgálatokra, legyen ez akár egy telekommunikációs cég, vagy kábelszolgáltató, vagy bárki, akinek csak egy kasszánál kell állni, egy hiperben, egy nem tudom milyen elektronikai boltban, és megtalálja őt a vevő. Ugye? Hát ez egy rejtett kör, szegények ülnek egy telefon mellett, állnak egy pult mögött, kevesen foglalkoznak velük. És hogy ez mire jutott eszembe, hétvégén nálunk szerelés volt, és kijött az én nagyszerű kis emberem, a D betű széktől, és minden meg volt, gyerekek. Ha kell ember, nem tudtok olyan korkábelt mutatni, lehúzza, beköti, fölmászik, stb. Megszólal a telefonja. Pontosabban a telefonja már akkor szólalt meg, amikor vittem haza, mert mondtam, hogy ha most ez kijön megszerelni, kell hozom, kell hazaviszem. Beültettem a kocsiba, vittem, hazavittem. Csak nem maradjon már tovább. Vagyunk, jó? Mentünk hazafelé, dumálunk arról, hogy mégis mennyi fura ember van, meg hogy őt hányszor hívják éjszaka, meg egyáltalán tényleg, tehát, hogy megszólal a telefonja, annyit mond, ezt figyeld. Kihangosít. Halló, tessék. Kezi csokolom. Következő volt a probléma, fölhívta őt egy 70 körüli, nem is biztos, hogy volt, lehet, hogy 60, 50, nem tudom, egy ilyen idősebb hangot hallottam, de egy teljesen jó szituált. Felhívja, hogy valami baj van a csatornájában. Mondja neki a Pali, nem tudom igazán jól visszaadni a beszélgetést, de hogy tényleg milyen birka türelem kell az ilyen típusú munkához, följegyzeteltem egy-két dolgot magamnak, hogy mondja, hogy jó, igen, nyomja meg az AV gombot. AV, távirányító. Megvan a távirányító? Igen, nyomja meg az AV gombot. A távirányító. Az nincs. Hát, de minden távirányító van. Nyomja meg az AV gombot. Az nincs. Hol van? Mondja, bal felső sarok tévégomb mellett AV-gomb szokott lenni. Az nincs. Mondja, mit lát? Hallom, hogy üvölt egy tévé. De hogy a tévé mellett. AV van? Nincs. Mi van? AU. Mondja, nem. AU. Nem hittem el. De ez már így az 5. percben. AU. Jó. AU. Megnyomja? Igen. Jó. Akkor most nyomja meg a nyilacska gombot.
Ilyet nem látok. TV, AV alatt van egy nyilacska. Nyomja meg a nyilacskát. Nem látok. Mit nyom? A nyulacskát. Mit nyom? A nyulacskát. Mondja, nem nyulacska, hölgyem. Nem nyulacska, higgyel, nem nyulacska, az nincs. Nyilacska. Nyulacskát. Nyulacskát keresed. Mondja, hogy a dekóder az él, az nincs. Hölgyem, a tévé alatt. Egy doboz. Van egy doboz. Látja? Az jó, van. Jó. Az a dekóder. Be van kapcsolva? Nem tudom. Hölgyem, pirosan világít, vagy zölden világít. Negyed órán keresztül fűzték egymást. Annyi volt, hogy az AV-t, ha megnyomod, akkor bejön a HDMI, HDMI 2 és AV-ről át kellett volna rakni HDMI 1-re. Ez egy negyed óra volt, és a Pali mellettem birka türelemmel magyarázta, mert hogy mi tehetett. Az a dekóder, hogy mi az a nyulacska, hogy nem AU, nem AU-t kell keresni, hanem... Nyulacskát keresett a távirányítóján. És a néni ott kereste rajta egy nyulacskát, igen. Melyik lehet az? És ekkor már tudtam, hogy ebből témát kell csinálni. Én mondtam neki, fia, hogy bírod? És mondta, hogy tulajdonképpen szerintem erre születni kell, de hogy ez az ő dolguk is egyben. Nem hogy, teheted le. Hogy nem teheti le, ő ott ül. Igaz, hogy hétvége volt, és igaz, hogy ez a magántelefonja, de hogy egészen nyugodtan, ő 15 percen keresztül elmagyarázza, hogy a nyulacska és az AV a HDMI. Egy kicsit furán éreztem magam másnap, amikor délután kettőkor visszaírtam, hogy állított a tévém, és mondta, nyom meg az AV-t és menj át a HDMI egyre. Mondom, jó, felejtsd el. Én legalább tudom, hogy nem nyulacska vagy nyulacska. De hogy mennyi mindent kell az ilyen típusú embereknek elviselni. És ráadásul hogy náluk még nincs is rögzítve, mert ugye a call centereseknél ezeket a betelefonálásokat, amikor az ügyfél érdeklődik, vagy segítséget kér, rögzítik, tehát nekik még pluszban disztingváltnak kell lenniük, és visszafogottnak. Hogy én ezt mennyire nem tudnám csinálni, tehát amikor 10 perc után jön rá a kedves páciens, hogy nem nyulacskát kell keresni, hogy miből gondolja, hogy nyulacska van a távirányítóján, hogy nyulacska, ugye van az a lefelé görbülő nyír, balra néz, az a visszalépő gomb, vagy a begomb, vagy bármi, ugye azzal lépsz vissza, ha minden igaz. Mit mondanál? Én nem, figyelj, én már szorítottam a kormányt, néztem, és szintet, nyugi, megoldom. És rávezette a nőt arra, hogy kapcsoljon el. Hogy ilyen típusú emberek ebben a munkában igazán jók, azért mennek ilyenre, vagy egyszerűen csak meg kell, hogy szokják, hogy ilyen típusú vásárlók vannak. Ez lehet ügyfélszolgálat, ez lehet tényleg de telefonos cég, pult, ugye, amikor te ott vagy és kiszolgálsz egy hiperben például, vagy elektronikája áruházban. Tehát nagyon sok ilyen típusú vevő van, ugye? Ami egész egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy honnan jönni az a teljes sötétség, vagy félreértés. Hát, mondjuk ha idős, akkor az nyilván az érthető. Bocsánatos bűn, az igen. Azért nekem is fel kellett matriceznem anyunak otthon a videókészüléket, a videólejátszót, mert hogy azért ő nem, az más, nem ebben a korban nevelkedett, úgyhogy neki ez nem volt. Tehát neki a nyilacska, a lefelé fordított piramis, illetve a háromszögecske, az kb. Az ugyanaz a kultúrkör. Őt az AV AU-t azért tudta, nem? Hogy nem AU. Tehát, hogy AV nincs, és leállt vitatkozni, hogy nem AU, az nincsen, AU van, AV nincs, higgyük már el. És ha szerencséd van, akkor az olvasó szemüveget oda készítette maga mellé. De nem volt egyébként annyira, nem volt annyira idős. Hogy tényleg jelentkezzenek azon hallgatóink, akik mondjuk már nem dolgoznak ilyen helyen, és beszélhetnek, hogy mit kell kibírni, vagy akár SMS-t is írhatnak egy-egy visszajáró betelefonálóról, aki hetente egyszer éjjel kettőkor megtalálja őket, mert valahol olyan helyen dolgoznak, vagy tényleg állnak egy pultnál, és jön a garancia levelet lepecsételtetni, és 15 percen belül se tudod vele megértetni, hogy egyébként hol kell be, vagy kikapcsolni ezt a dolgot, hogy erre születni kell, ezt nem tudja más csinálni, nem? Hát szerintem... Ehhez idegrendszer kell. Persze. Letesztelik ezeket az embereket? Lehet, hogy belekeseredik egyébként egy idő után, tudod? Tehát, hogy az elején még nagyon fölhúzta magát a te tévészerelőn, és 10 éve csinálja, már mindegy. Au. Figyelj, azt a birka türelmet, édesem, hát ő negyen, szinte hazaértünk, és mi még szállítottam, ő még mindig. Az mondjuk jel lehetett volna, hogy beültök a kocsiba, és azt elkezd panaszkodni a csáv, hogy aki éjszaka, és aki pünköst hétvégén. Igen, és azon, hogy magamra gondoltam. Van egy klasszikus, azért ezt megmutatnám nektek, hogy micsoda birka türelem kell. Itt ugye egy idős hallgatóról van szó, vagy hát telefonálóról, akinek nem lenne más a feladata, mint egy telefonszámot följegyzetelni. Itt azért mondjuk nem nyulacskákat kell keresgélni, meg nyilacskákat. Itt nem meg is AV, HDMI, HDMI 2, nem tudom mi, itt csak egy 06-tal kezdődő telefonszámot kell fölismerni. Hogy micsoda idegrendszer kell. És a Palit érdemes figyelni, aki nem zökken ki. Nem tudom, hogy ismeritek-e, figyelj. Kicsit rossz a minősége? Nem. Egyszerűen befogadja a fogadást, de kifelé nem tudok telefonálni.
Mi akkor ilyenkor a termék? Mondanék egy másik számot, jó? Ahol a kolléganők tudnak segíteni. De 06... Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk. Fia. Tessék mondani? 01... 06. 0680. Igen. 880. 880. 80, 0 tégy, ugye? Igen. Igen. És még egyszer 880. És még egyszer 880. Tessék visszaolvasni, jó? Igen, itt jön a baj. Igen. Igen. Na, add ide. Igen, pillanat. Nem az. 06. 01. 01. Egy nincs, csak 6. Egy nincs, csak 6. 06. 68. Nem 68. 068. 06. És birka türelem. Figyelj, birka, figyelj, figyelj. Igen. Igen. 06. Tessék mondani a számokat, jó? Na, hogyan? 06. Ez 06. Ez megvan. Ez megvan. Ez megvan. Ez megvan. 68. Nem. Ha nem. Már kicsit ideges. Nem. 06. 80. 06. 80. Igen. Kiszenve. Akkor 800. 80. Igen? 80. Nem értsük akkor egymást. Hát nem. 8, és még mindig 0, nem 8, teheted 0. le? Nem? Nem jó, nem, nem jó. Megint nem jó. Azért már 0, nem 8, lehetett. 80. Tessék, adom át a, valakinek a telefon. Jó. Jön a szaki. Ennyi csókoló. Édesem. Jó napot kívánok. Legyen szíves, mondja már a feleségem. Jó, mondom még egyszer. Írja? Igen. 06. Igen. 80. És itt. Igen. 880. Figyel. Igen. És még egyszer 880. Igen. Most tessék visszaolvasni. 06. 80. 280. Egymás után. A 800 ugye meg. Hát ez mindig két. Nem? Mi a kérdés? Érted? És itt még... 0, 8, 0, 8, 0. Akkor megint 8, 0, 8, 0. Hú, én most már elvetett a telefonát. Kérem? A 06 az megvan, ugye? Halk egy kicsit, mert rossz a minősége. Tehát... Előbb is adtak egy telefonszámot. Igen, a kolléganőm. Aztán hiába hívtuk, nem jelentkeznek. Hát milyen munkás... Legyen szíves, szóljanak oda, hogy hívjanak fel bennünket. Édesem. Tegyük le a számokat jól, és akkor úgy már jelentkezni fognak. Ők jelentkeznek? Igen, hogyha jó számot tetszik hívni, lerigtálom. És itt még hosszú. 0680. Igen. Akkor 80 meg 80, megint meg megint 80 meg 80. Nem jön ki? Tehát, hogy érted? Szegény. De hogy, és ez a 0680-880-880, ez a telefonszám, hogy micsoda türelem. Hogy micsoda türelem. Én és nem teheti le? Van egy kódex, ami alapján nem szakíthatja meg, nem? Én az első perc után azt mondtam, de az a szám hívja. De ne, ugye te nem teheted le a telefon. Így van. Csak a hívófél teheti le, tehát igen. Az ügyfél. Igen. És valószínűleg egyébként a kolléganő mondjuk egy ilyen két asztallal arrébb volt, és már jelzett neki, hogy hívni fognak. Azt tudod, ez itt még folytatódik. Tehát ez itt még 3 vagy 4 percen keresztül egyébként megy vissza, tehát hogy utána visszaadja még a hölgynek megint, tehát ideadják, odaadják. De hogy ez, tehát hogy egész egyszerűen elképesztő. Mondom, én ezt test közelből tapasztaltam, ez valami elképesztő. Írjanak olyanok, akik ebben dolgoznak, jó? Konkrét történeteket, hogy ki volt az ő nagy szerelmük, aki mindig hozzá kapcsolták őket. Vagy mindig őt kapták meg. Vagy az a vevő, aki folyamatosan visszajárt, és nem volt más dolga, csak hogy folyamatosan kérdezett egy bizonyos tévéről, egy bizonyos adatot 4 napon keresztül. Látok, vannak ezek a nagy visszajárók is, akik ugye visszajönnek és folyamatosan nem vesznek soha semmit, csak mindig kérdeznek. Mindig mondják, mindig megpróbálnak valami új információt megtudni a dologról. De soha nem vesznek meg semmit. Ez is van. Úgyhogy várunk hát ebben a szektorban dolgozók SMS-eit és hívásait. Jó, SMS számunk változatlan 06 70 645 0000. Jövünk a hírek után. Jaj!
De jó ez a dal. Te is egyébként szeretem? Nem rossz dal. De lehet, hogy a hírek az most egy picit jobb. Jövünk a hírek után már. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. Többen írjátok, hogy nem hallottátok. Nem volt jó a minőség, ezt mondtam előre, de sokan írják, hogy hallották és nevettek. Hát lehet, hogy nem minden rádió ment úgy át. Van, ahol kevésbé lehetett hallani. Hát ez egy YouTube-ról bejátszott régi felvétel. 3 perc, egyébként 6 perc. Érdemes megkeresni. Beütitek, hogy 0-88-88-88. Ez még innen majd csúcsosodik csak. Csodát. Itt még nincs vég, hogy a bácsi elvett, átszítem, mert a néni visszaveszi. Ugye azt kértük, hogy írjanak nekünk azok, akik hát ebben a cipőben járnak, ők a láthatatlan, mindent elviselő, mindent tűrő emberkék, hölgyek és urak, akik tényleg ott dolgoznak napi 8 órát úgy, hogy idiótákkal, bolondokkal, félbolondokkal kell sokszor beszélni. Nyilván, aki betelefonál, nem mindenki az. De hát nem egyszerű az életük. És keveset beszélnek róluk. Olyan történetek jönnek, hogy hát... egész egyszerűen megdöbbentő. De tényleg, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Itt van egy hallgatónk előtte. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Attila vagyok. Hello Attila, te ott dolgoztál, föladtad, vagy még mindig valami hasonló munkakörben? Nem, én már csak dolgoztam ott. Dolgoztál? Vannak gyöngyszemek, gondolom. Igen, vannak. Na, mesélj egy-kettőt. Hát, csak én apróbbak, hogy mondjuk én olyan irodástechnikai osztályon dolgoztam, ahol voltak ilyen kérdések, hogy mondjuk a tévéknél, amikor ki volt írva, hogy ez a földfelszíni adást is lehet fogni az új tévékkel, amiben az MPEG 4 tuner van. Volt, akik így jöttek be, hogy a földön kívüli adást, ezt fogja már ez a tévé. És mondtad, hogy igen. Persze. Volt egy nagyon kedves sztori, egy bácsi visszajött, mert volt meghirdett akcióban egy hűtőgép, és visszajött a bácsi, hozta az újságot, megvette a hűtőt, de körülbelül vagy 50 kilométerre az áruháztól visszajött a kocsival, hogy van egy kis gond, mert ő megvette a hűtőjét, de nincsenek benne azok a termékek, se a zöldség, se a hús, ami le van fotózva. Óriási. Nem mondottam, hogy hiányolta a termékeket? Hiányolta a termékeket. Ami a ládában benne volt a fotón. Igen. És mondta neki az egyik kis főnök ott az áruházban, hogy hát ez nem jár hozzá, hát ez nem így van, az csak fotó. Nem, az benne van, az ő kéri. És hát addig nyomta, hogy negyed óráig, hogy az egyik kiskönyököt tönkötette idegileg, aztán jött a másik, oda küldték a másikat, aki kicsit nyugalmasabb volt, vagy nyugodtabb volt, és mondta neki, hogy látták, hogy mi a helyzet, azt mondták, hogy a bácsi kérdezte, hogy na akkor hol van ez a kaja, mert ő elvinné ezt a hús meg a zöldséget, és mondta neki a kollégám, hogy hát az a gond, hogy megmondja őszintén, hogy nincsen sehol konnektor, ha bedughatnánk ezt a hűtőt, és így az összes termék tönkre ment, tehát a hús is, a zöldség is, és sajnos ki kellett dobni. Atya Isten, hát azért neked se volt. Ja, hát akkor jó. Neked se volt egyszerű. Hát nem. Attila, köszi, hogy elmondtad. Nagyon sok SMS-ről megyünk tovább. Köszi, ciao, hello. Csak egy-két szemezgetés, hogy miket írnak nekünk a hallgatók, mindjárt próbálok váltani. Azt mondja, hogy egy hegymászóboltban dolgoztam, egy színes tükrös felöltő napszemüveget hozott vissza másnap a kedves vevő, hogy elszíneződött a lencse. Letöröltem neki. Csak akkor rögtünk, amikor már kiment így a Zoli. Ebéd kiszállítással foglalkozunk, 9:30-ig veszünk fel rendelést. Vevő intelligens kérdése, 11:05-kor. Valami kaja van? Mondom neki, csak 9:30-ig veszünk föl. Vevő, frissen sült van? Mondjam, ja, az nem is kaja. Azt mondja, hogy munkahelyi telómat hívja egy néni 3 éve. Munkahelyi teló. Mindig a bandit keresi. Elmondom neki, hogy nem halt meg, csak elköltözött a fiához külföldre, egy hét alatt elfelejti, újra hív. Szegény. Légitársaságtól hív a hölgy, mikor kiderül, hogy mennyibe kerül a hibás foglalás kijavítása, és elmondja a férjének a következőt, hallom, ugye írja az SMS író, aki ennél a légitársaságnál dolgozik. Mit csináltál te, asszony? Hatalmas csattanás, csörömpölés, vonal megszakadt. 23:30-kor csörög a telefonom, telekommunikációs cégnél dolgozom. Én mondom, igen, tessék, válasz a hívótól, halló, nem tudok tévézni. A válasz, én meg nem tudok aludni, lecsaptam a telefont, körülbelül 3-szor próbálkozott még éjszaka visszahívni. Vajon mire gondolt? És mégis hívja, látod? Pedig nyilván elmondtad, hogy ez nem az a szám. Igen. Kitartó a hülye. Igen. Itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Tamás! Tamás, te tévéket szerelsz. Hát nem, én műholdas tévét, műholdas kábel tévét, tehát mindenféle átkezdéssel kapcsolatos volt. Azzal dolgoztam, és igazából volt egy-két, hát a 8 év alatt ugye ez egy személyiségfejlesztő tréning azért az embernek, mert azért elég sok emberhez bemész, és elég sokat kell tolerálni. De gondolod, szombat reggel 3:47-kor csöng a telefon, és veszed fel, hogy igen, és akkor egy ilyen enyhén nem ittas úri embert van a vonal végén, hogy probléma van. Mondom, mi a probléma? Azt mondja, eltűnt a tévéje. Nem, mondom, de hogy maga a készülék? Igen, maga a készülék.
Hát mondom, ez nagyon jó hír, csak én mondom, ezzel mit csinálják? Azt mondja, hát maga a tévés, nem? Mondom, én nem a tévés vagyok, én mondom, a műholdas tévét vittem oda. De hogy mi a teendő? Hát mondom, hívja a rendőrséget, hogy betörtek. Hát mondom, most mit lehet ezzel csinálni? Mondom, tegye ezt. Sejték egy 10 perc, és csöng a telefon megint. Persze? Igen, tessék, és az úriember a végét. Szóval nyugodjon meg, semmi probléma, csak nem jó szobába mentem be. Ezt tehát nem mondott komolyan. Már reggel, tehát így 7 óra előtt úgy megoldotta magának az egész napját. Tehát ilyen nem jó szobába mentem be. Atyaisten. Nem jó szobába, érted? Tehát ez a... És akkor ezt is próbált meg normálisan lekezelni vele, hogy van ilyen, én velem is előfordul, anyámékhoz megyek be este, tehát ez a... Én is benéztem már ilyen dolgokat. Meg amikor ügyvédek, úriemberek, tudod, HD és box, és akkor megyek ki, hogy kereg a média box, de nincs kép. És véletlenül, ugye, hogy nézem a média box hátulját, a ventilátorhoz nyomják be a HDMI csatlakozót. Elindítják a boxot, ugye kereg, és nincs kép. Figyelj, én pont ezért csináltuk meg ezt a témát, mert hétvégén én ezzel szembesültem, mikor emberünk elmondta, hogy nem hinnénk el, hogy milyen emberek vannak. Tehát, hogy nem is gondoljuk, hogy az ügyfélszolgálat, meg a szerelő, meg egyet, hogy nektek mit kell kiállni, tényleg, és magyarázd el neki, hogy ne a ventilátorba dugja. Ne a ventilátorba, igen, és ugye az ügyfélszolgálatosok, azok tudnak ám műsort csinálni, tehát olyanokat, fogalmuk nincsen arról, hogy mit kell csinálni kint a helyszínen. Tehát nem szerelők vagy installátor technikusok ülnek be, hanem az utcáról valakit betesznek oda is, add el a marketing szöveget. Tehát semmilyen technikai háttert nem tud. Tehát amikor bemész a 80-as nénihez, azzal, hogy TV, internet, telefon, meg médiabox, és nincs nála egy rohadt kábel az egész lakásban, mert ő addig lepkeantennával nézte. És azt mondja neki az ügyfélszolgálatos, hogy egy méter kábelt nem kell húzni, minden úgy lesz, ahogyan volt. És akkor tudod, én meg bejelentem, hogy nagy fúróval, 12-es, 60 centis megjelnek ott, meg vödör kábele, hogy ezzel mit akar? Tehát ez hogy, a... mire készült? Hát mondom, én négy kábelt az egész halok, meg fúrni fogok. Ja, hát erről nem beszélt neki senki. Hát mondom, csókolom, mire gondolt? Tehát mondom, igen, hát ide teszi a boxot, és akkor itt már jön is minden. Igen. És akkor honnan? Tehát így azért ezt meg kéne is. Tamás, nem tudják ezt. Köszi, hogy elmondtad, mert egyébként sietünk, mert van annyi SMS. Köszi, hogy elmondtad, nagyon. Ciao, hello. Szia. Írja nekünk egy volt ügyfélszolgálatos, hogy mondtuk neki, hogy kérem nyomja a kettős keresztgombot, az melyik, a hópehely vagy a létra? És mondta, hogy a létra nyilván. Hópehely vagy a létra. Volt egy olyan esetem, hogy a beteg negyed óra múlva visszajött, hogy a hüvelytablettás dobozból hiányzik a hüvely. El kellett neki magyarázni, hogy az micsoda. Na jó, de ő akkor mire vette azt a tablettát? Nem. Turizmus témakörben is lehet szemezgetni. Utas Korzikáról felhívja egy hallgató, hogy nem ég a lámpa a nappaliban. Én meg pécsett az irodába. Tök jó. Közöltem vele kedvesen, hogy én most nem tudok oda repülni, de higgy el, hogyha ott lennék, akkor segítenék. Szerintem kérjen segítséget a recepció. Ennyire. Indulok. Keresett egy ember, akiben megbízhat. Másik SMS, nagyon klasszikus, szintén egy ügyfélszolgálatos kolléga írja nekünk. Jó napot! Gázszivárgát szeretnék sürgősen bejelenteni, de mi egy telefontársaság vagyunk, nem baj, magukkal is van gondom, és neki kezdett. Tök mindegy, hogy kit hív, ez jó? Mekkora? Hát nem imádni való? Nem baj, magukkal is van gondom, na ide figyeljenek! És helyre teszi őket. Neki össze volt írva egy pár telefonszám, akiket még fel kell hívni aznap, és reklamálni? Igen. Gyönyörű. Rendőrkapitányságon hallgattam végig egy hasonló sztorit, ahol a bejelentő úr, aki mellesleg matrészek volt, arról akarta meggyőzni a rendőreit, hogy ellopták a mobiltelefonját, amiről éppen hívta őket. Ezt Jocó küldte nekünk. Aztán egy mobil szolgáltatónál dolgoztam, mikor névváltoztatás történt, pannomból Telenor lett, ugye megváltozott a készüléken a hálózat neve, egy hölgy felháborodva jött be, hogy belemertünk nyúlni a telefonjába, és addig nem megy haza, amíg vissza nem állítjuk. Ezt nagyon sokan megcsináltak, annak az idő, abban az időben ez legenda volt. Átállították. Atyaisten. Én egy pizzériában dolgozom, ott is vannak érdekes vevők, rendelt egy pali egy, mit tudom, 4 évszak pizzát, és kért rá gombát, de mondta, hogy csak a bal oldalán lehet a pizzának gomba. Fordítsd meg, haver! Csak a bal oldalán, nem megyünk máshova tenni a gombát, csak a bal oldalán. Virágosnál dolgoztam, és micsoda, a ládában művirág, megkérdezték tőlem, hogy gyökerese. Mondom, nem, ez sejemvirág, tehát, hogy művirág. Aha. Mi nem mondja bevő, jó, azt értem, de gyökeres. Jó, ez nagyon jó. Nekünk saját cégünk van, aksikkal foglalkozunk, napi szinten van, hogy kérdeztem, mekkora a feszültség. Kérdés az,
Válasz, az a watt a dupla V? Kérdezik. Kérdezik, ugye? Írja nekünk egy másik hallgató. Magentás hiba bejelentő tévételefon, szép lett, jó lett, csak a szerelő vigye vissza a muskátlit, mert ellopta a muskátlit. Fél órát vitatkoztunk az ellopott muskátlikról. Hogy szép lett, csak a szerelő valószínűleg ellopta a muskátlit. Ez már a skizofrénia, nem? Hiperben műszakin osztályon dolgoztam, volt egy kedvencem, behozta a mamát, hogy vásároljanak egy kicsit hitelre, egyik sem volt szomjas. Ketten birkózógépet csináltak a mosógépből, kiszedlek köcsög, a pult mögül kezdéssel jött reklamálni, hogy a jutalmat elköltő papa majdnem kivégezte a mamát. Hú, ez elég zavaros, és ez Tibi küldte nekünk. Aztán gyógyszertárban dolgoztam, amikor megtörtént egy olyan eset, hogy visszajött a bácsi a gyógyszerével, hogy nehézségei vannak a lenyeléssel. Ujjjj. Akkor ránéztem a dobozra, közölnöm kellett vele, hogy végbélkúp nem szájon át szedhető, a filmtamletta. A szakmámban sok ilyen történik. És Ancsa voltam. Hanyadiknál vajon? Tehát, hogy érted, hogy hányat dűlt le? Hogy igen. Igen, volt, amikor bennek adni kellett kúpot, azért azt félre tudod nyelni, ha rossz. Hát tudod, mekkora egy kúp. Igen. Hát az nem játék. Kutya kozmetika, szintén érdekes vevő, hozza a gazdi a kutyát, hogy talált egy csomó kullancsot benne, de nem tudta kitekerni, inkább szedjem ki én. Láttam, hogy mutatja a kutya melbimbóját. Várjál már, és megpróbálta. És megpróbálta kiszedni. De nem jött ki. Hát milyen magatok ezek a kullancsok mostanában. Szegény kutya. Fogom rahattól ezzel a csipesszel, de basszus. Óra járásának ellenkező irányba. Tekerem. Jézus, már be is sóztuk, rá is pisáltunk, még mindig semmi. Kullancs nem jön ki. Nem jött ki. Mivel ott témet neki? Mivel a krémet? Szegény. Úristen, Jézusom, a kutya melbimbóját csavarja. Tudtam. Két sorba, párhuzamosan egymás mellett. Samsung mobiltelefonban dolgoztam. Ügyfél bejön, elmondása szerint a jósnője azt mondta, hogy rontás van a telefonján, szeretné, ha eltávolítanánk. Egyéb framától. Megmondta a jósnő, azt akkor szakszervizbe kell vinni. Zseniális. Annyira tudtam, hogy ez jó lesz. Ugye? Akkor a jósnő tényleg mondta, el kell távolítani, és ott állsz ügyfélszolgálatosként, és magyarázd meg neki, hogy nem, és ha nem hiszi el, te nem lehetsz vele bunkó, nem küldheted el, nem bánthatod meg, panaszkönyv kikéri, beleír, tortúra, feláborodik, izé, osztályvezető, csak, tehát úgy kell vele bánnod, hogy ő ne érezze azt, hogy te effektíve kiröhögöd. Nincs más választásod. De ilyenkor mi lenne, hogyha például, mit tudom én, egy picit megvágnád az ujjadat, két se fér a telefonra, illetve egy madártollat elégetnél egy fekete nyelvával, nem? És azt mondod a végén 10 000. Megvan, kész van. Nem garanciális volt. Gépjármű kárrendezésen dolgoztam. Bejön az ügyfél kárt jelenteni, mondom neki, hogy kellene a kocsi rendszáma, hogy ellenőrizzem a biztosítást. El az ember kirohan, 10 percben visszajön, leszerelt rendszám. Hát nem gyönyörű ez az ország. Uram, meghoztam. Igen. Hát meghoztam a rendszámot. Un momento, Lego. Tartsák a sor. Mindjárt itt vagyok. Hozom a rendszámtáblet. Atya úristen. És mit csinálsz? Hát semmit. Hát köszönjük szépen, átírod, tegye vissza. Megfordítod, leolvasom. Igen. Mágnes és automatricákat gyártunk. Hetente kérdezik meg telefonon többen, hogy az ablaküvegre is tapad. Oda igazán. Csak kell egy kis ragasztó hozzá. Hogy az ablaküvegre tapad-e? Hetente kérdezik meg. Hát szép. Ugye, ők azok a láthatatlan emberek, akikről keveset beszélnek, meg, és közben nem tudjuk, hogy micsoda áldozat reggel 8 órára oda bemenni, fölvenni a telefont, fölrakni a kis tévékeltet, fölvenni a fülhallgatót, várni a vevőt, és egyszerűen zokszó nélkül panaszmentesen kiszolgálni, hogy ők aztán mennyi csodával találkoznak. De kérdezzük már ki, hogy mennyit kell kibírnia egy ilyen ügyfélszolgálatosnak. Én úgy tudom, hogy nem teheti le. Tehát, hogy az van valami olyan kódexük, hogyha sértegetik őket, vagy már nagyon durán, azt már nem kell elviselnie, de én azt hiszem, hogy csak azért, mert ő berágolt, azért nem teheti le. Tehát neki az utolsó pillanatig is nagyon, nagyon nyugodtnak és nagyon kiegyensúlyozottnak kell lenni. Vajon a hülyék után van bónusz? Tehát, hogy megnézzük, hogy egy hónapban egy embernek hány hülyéje volt, és azután kap valamit? Vagy nyugdíjba karában elmehet. Ja, igen, vagy valami, hogy egy rekreáció. Bármi, amit neked volt 10 nagyon hülyéd, éjszaka, akkor te most, mit tudom, 20 000 forinttal többet kell. Hát ki dönti el ki a hülye. Szerintem itt ilyen belső toplista van csak valószínűleg, tudod, akikre büszkék vagyunk. Neki most aránytalanul sok volt. Hát kérdezed azt, amikor 10 hozzák vissza a HDMI kábelt, hogy nem jó.
És akkor mondod, de van rajta csatlakozzá? Nincs. Na, azért nem jó. De igen, ezért nem lesz jó. Na jó van. Hát szenzációs esemesek jöttek. Köszönjük szépen, valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, Adrien vagyok. Szia. Hello, Adri. Hello, Adri. Nem viszik, Tibi. Mi újság, Adri? Honnan hívsz minket? Kishunfélegyházáról. Kishunfélegyházáról. Te mit csinálsz? Mit dolgozol? Én eladó vagyok. Hát akkor azért de talán nem ennyire, mint a telefon, tévészerelők. Igen, náluk azért nem ennyire koncentrált. Nem ennyire koncentrált, milyen szépen mondtad. De vannak azért ott is érdekességek? Mindenhol vannak, igen. Akadnak. Főleg telefonfeltöltés. Jönnek telefont feltölteni? Igen, igen, és ugye, hogy a saját telefonszámát nem tudja, ez már megselepődés. Ja, hogy nem tudja a saját számát. Igen. Hát igen, azon mondjuk nem csodálkozom. Jól van. Jani, milyenek a kérdések? Hát szerintem simán vihető. Most egy ilyen kis lájtos hételei kérdés sorsaknám össze. Talán a harmadik az. Szó. Jól van. Na figyelj, mutatjuk, vagy akkor mondom. Mehetünk? Mehet. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Hogy nevezik Moszkva közepének fallal körülvett történelmi épület együttesét? Nem olyan bonyi, rengetegszer hallod ezt a kifejezést. Kreml? Aj, de szépen mondom. Így van, mert egyben ugye kormányzati központ is, és mindig így szokták emlegetni őket. Igen, mehetünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés. Melyik római istennő születését festette meg Botticelli? Vénusz. Így van. Így van, Vénusz születése a képcíme is. Harmadik kérdés jön. Megálljunk, vagy tovább menjünk? Hát próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Próbáljuk. Jó van, itt szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik magyarul a grenadin nevű gyümölcsöt? Gránátalma. Gránátalma. Megy ez. Így van, megvan az ajándékcsomag, jó? Ó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Dedikáljuk is neked. Nagyon jó, köszönöm. Ügyes voltál, Adri, egyedül vagy volt segítség? Egyedül játszottam. De jók voltak a kérdések, Jani. Jaj, nagyon szépen köszönöm, igyekszem. Köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok, hello, szép napot. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Vajon olyan volt már, hogy mondjuk egy ilyen kis üzletbe oda mentek az eladóhoz, és azt mondták, hogy a forró leves italpor, illetve a forró leves pornak az acskója hideg? Szerintem igen. Van még egy kérdés, mert benzinkúton előttem nem működik a kerékfújú kompresszor kutás. Igen, ki van írva, ügyfél, tudom, láttam. Miről dumálunk? Csak barátkozni akar. Tudom, láttam. Pizzériában dolgozom, vendég, kérek egy pohár sört. Sör nincs, akkor kérek egy korsót. Gyönyörű. Kérdés egy másik agyoniskolázott vendégtől. Hány szeretes a 28 cm-es pizza? És 32? Mennyi idő, amíg elkészül a pizza? Mondom 20 perc. Akkor a három pizza 60 perc? Atya, egyébként meg logikus, ha egy kemencéd van, érted, egy kis kemence. Egy pizzás. Atya úristen. Na jó, nem azon nem bírom abbajni, annyi SMS van, gyönyörűen. 2 perc, pontosan 9 óra. A hírek után, mivel kedv van, így kezdtük a hetet, ez azt jelenti, hogy jön hozzánk Kassa TV-vel, lefolytatjuk a hírek után. 9:13, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Egér út arra szól befelé. Köszönjük az SMS, valamint M3-as és az M1-es között az M0-as jól járható, nincs dugó, csak nagy a forgalom, ezt Gyuri küldte nekünk. És hát vérző szívvel kell ezt a sok-sok gyöngyszemet elengedni, ezt a rengeteg jó SMS-t. Tényleg sajnos 10-ig tudnánk ezzel a témával foglalkozni, de hát csak 1 órát szenteltünk erre. Elképesztő tapétaszőnyegüzletből írnak nekünk, ügyfélszolgálatról, hiperekből, masszőrként dolgozom. Múltkor megkérem vendég, hogy soroljam fel a masszírozás jótékony hatásait. Elkezdtem sorolni, tudok tankolni, be tudom fizetni a számláimat. A vevő nagyon furán nézett, Sanya küldte nekünk rengeteg SMS, hogy borászatban ki az, aki felháborodik, hogy ott nincsen sör. Hihetetlen. Hotel recepció, vendég faxon várta a pénzét Németországból. Nem jött, felháborodott, balhé volt, ezt Petya küldte nekünk. Úgyhogy igen, hát érdekes dolgok vannak, de köszönjük szépen tényleg azoknak is, akikre nem jutott sor, mert rengeteg SMS kaptunk. Viszont kedv van, ugye hétkezdésként ehhez nem vagyunk hozzászokva.
De hát egyből keddel indulunk, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rovat jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Kakakasza TV, kakasza TV. TV! Fura veled indítani a hetet, de ugyanakkor szeretjük, hogy keddel indulunk egybe. Jó ez? De milyen döbbenetesen jó, nem? Nem is láttál még egyébként engem rövidgatjába. Nem, mi meglehetősen hát, nyárias kis kockás rövidnadrág, hát, póló. Ha nem mész már sehova, akkor nincs baj. Ha még mész a városba, az egy picit erős. Ha ebbe a tévébe, utána fotózásom lesz. Nem biztos, hogy ebbe a szedbe indultam. Viszont figyelj, figyelj, nézd meg csak azért, hogy mennyire nyárias vagyok, Jani, szagolj meg. Most ez tudom fura. Érzed? Érzed? Kókusz. Kókuszos testvaj. Na? De minek? Mert volt otthon. Napon voltál? Magamra kentem, mondjuk utána egy 5 percig úgy viszkedtem, azt hittem megrohadok. Én imádom a kókuszt. Kókuszos testvaj. Nyami, nyami. Na de az előző témátokra akartam egy picit ráfűzni egyébként, hogy beszéltetek a nagyon szimpatikus ügyfélszolgálatosokról és pultosokról. A hétvégén egy picit más élményem volt, és szeretném, hogyha egy picit most azért velem tartanátok, és mondjatok el, hogy hogyan rendezzem ezt a jövőben. Bementem egy benzinkútra, nagyon szimpatikus fiatal ember, ugye hát a negyedik koncertem volt már aznap, hangsúlyozom a negyedik. A negyedik koncert volt ugye aznap, na igen. És bemegyek a kútra, és akkor mondom, hát, ott próbáltam... 18 perc belefér. Próbáltam kedves lenni a pultossal bent a benzinkúton, mondtam, hogy melyik kasszához jöjjek fizetni, melyik áll neki közelebb, láttam, hogy fáradt. Mondom, melyikhez érkezzek, nekem azt tartok mindegy. Mondja a pultos. Ezzel indítunk. Azért itt már szerintem, hogy Jani áthúzta volna a pulton szerintem, hogy vele hogy beszél. Majd rendeltem egy rántott csirkemelles zsömlét, közben pakoláztam, látom, fizetésre kerül a sor, és látom, hogy ki van téve nekem egy valamilyen ilyen sonkás burkifli. Szépen kirakta, hogy ti milyenek vagytok ilyen, tehát ez egy igazi ilyen tirpák volt, hogy ti milyenek vagytok ilyen szitúban, amikor paraszt az eladó. Tehát, hogy reklamáltok, beleálltok, megharcoltok, megvívtok, vagy az a, tehát én vagyok az a tipikus balek, aki mondjuk rendel 20 deka felvágottat, 40 maradhat. És én hagyom, tehát hogy nekem maradhat. Tehát én nem kezdek el balhézni, hogy nem, azért kértem 20-at, mert nekem 20 kell. Tehát elvitted most is a burkiflit. El egyébként úgy, ahogy van. Mert úgy, én inkább ráhangolódok, hogy jó lesz az, azt is meg tudom enni. De hogy azon gondolkodtam, hogy mondjuk egy Jani, aki azért egy ilyen igazán akkurátus vásárló, mondjuk egy valamilyen cukrászdában, te azért megreklamálod, hogy nem az napja a tojása, nem tudom milyen krémesben, nem? Én levelet is írok. Ne hülyéskedj. De komolyan. Tehát, a Jani, én láttam, igen, rendelni ételt, meg igen, tehát veled nem járnak jól, én illetve nem, te oda teszed. Igen. Én nem szeretem, tehát hogy szóvá teszem, és ha kell, akkor még van egy ilyen kis ütőzöngéje is a dolognak. Múltkor ott ültem veled szembe Győrbe, amikor egy vega spagettit kértél, és hús volt a tetején, hát nem voltál könyörületes. Lett belőle rólam élet a kép, hogy majd én, meg a nagyszám, meg a tudod, meg a bali, minden, én figyelj, én már ültünk ott a lecse. Jön a kaja, tudod, hát nyilván éhes az ember, tudod, és egy rohadt nagy ilyen marha nyelv így rajta a tésztán. Jani, de csak így ennyi. Ez mi? Igazad volt, mert hogy vegan... Ez mi? Ott mit barátkozol, mikor elmondtad, hogy vegetáriánus vagy? Nem kérsz. Nem tudom, én is inkább a Tibi típus vagyok, aki figyelj, ne haragudj, de nem akarom százszor meg... Hogy te kérsz bocsánatot, igen. Jó, mondjuk a csáv is érdekes volt, mondja, hogy ez nem hús, ez marhanyelv. Az meg mit? Ez meg a tészt, hát ez nem hús, hát az csak egy marhanyelv. És meg akar győzni, igen. Aztán elment. És aztán elment is ígére, és akkor, hogy utána visszajött, elment, már a tésztával megint, úgyhogy nem volt. Igen, elmagyarázta Jani, hogy mi a vegetáriánus és a húsevő között a különbség, meglehetősen nyomatékosan tetted mindez. Igen, én így ültem már, úristen. Egy tudjuk, étterem volt, és nagyon udvariasok voltak, nagyon rendezik voltak, csak hát úgy intőtöttem, hogy se hús, se hal, az nem hús.
Jó, mondjuk veled szórakozni, a helyes vagy rosszat hozni, tehát, én láttam egy-két éhes embert, a Jani éhes, és ott ő rosszat kap, vagy nem azzal a feltétel, vagy nem úgy, vagy nem abban a sorrendben, vagy nem négy felé vágva, hogy úgy kell, tehát ott nem jó. Ha te éhes vagy, ott jobb mindent úgy csinálni, mert az ott kőkövön hát nem marad. A Klassz FM-nek volt valamilyen ilyen évzáró parti, ahol nem volt igazából rendesen vega menü. Hát ha láttál már embert 50 percen keresztül fel alá járva duzzogni. Én azért mondom, hogy Jani éhes, ott kőkövön nem marad, ott nem lennék pincér. Vagy a sütemény vonalon. Hát ha ott se azt kapod, amit rendelsz, vagy nem olyan, és akkor tudod, megkérdezik, a milyen volt. Amire 10-ből 9 ember azt mondja, hogy csak jó, hagyjuk, és jó megyünk volt, köszönjük. Ugye? Jani, ha nem olyan, alig várja, hogy megkérdezzék, és akkor elindul. Mert a csülőzött csokoládé, és már tudod, ősz, már figyelni, már iszod a citron. Én hagyom, én mindig hagyom. Milyen volt? Jó volt, fizessünk, számlát kérek, hagyjuk. Tessék? Udvarias legyek, vagy tényleg kíváncsi rá? Igen, ja, igen, és még előtte. Igen, és akkor most akkor az őszintén mondjam, vagy legyek udvarias, és tudod, már így ülsz, fordulsz el, az könyörtelen. Ilyenkor könyörtelen vagy. Nagyon durván nyomod. Hát emlékeztek, amikor ugye megvacsoráztunk, ahol is voltunk, Pécset. Ott én kérdeztem ezt, hogy mit szeretné hallani az udvarias legyek, vagy igen. Én elmondtam, amit gondolok az ételről, majd jön a Jani, és visszabökké egy kicsit a süteményt, aminek nem azért ettem meg, vagy hogy volt? Nem azért nem ettem meg, mert nem bírtam. Figyelj, jó, és jó. Itt tényleg itt mindenki azt hiszi, hogy majd én, mert a nagy kép, meg a hiszit, hogy nagyon finom volt, köszönjük szépen, hozzuk a számlát, a két mészáros, figyelj. Nem, de én tényleg az vagyok, hogy kérnék szépen három almát, négy maradhat. Tehát, hogy én tényleg ez a fajta balett vagyok, és nálam maradhat. Jó. De nem tudom, úgy vagyok vele, tudom, tehát én utána benne vagyok, hogy nem tudom, most rám fogja húzni a száját, meg utána beleköp, meg nem tudom, tehát én inkább úgy elsúnyogok. De hogyha kifogsz egy ilyen parasztot egyébként, amikor ott van, és tényleg láthatóan veled genyózik, akkor egyébként bele lehet állni? Tehát akkor mit tud csinálni? Megkérdezed, hogy mi a baj? Így kell kezdeni, utána elmondod, hogy, igen, hogy te vagy a vásárló, akiből ő a fizetés. De nem tudsz jól kijönni. Szerintem igen. Tudod miért? Mert általában az a típus, aki nem áll bele, azután beül a kocsiba, és még egy fél napig emészti magát, hogy őt egyébként hogy bántották, miért így szóltak hozzá, stb. Ha viszont ott abban a helyzetben te kiállsz magadért, kiúzod magad, és helyre teszed, akkor nem utána te úgy ülsz bele a kocsiba, hogy jól van, ezt most jól intézted, két út között válaszod, vagy emészted magad fél napig egy hülye miatt, nem jó, vagy inkább ott vállalod a konfliktust, de utána az egészet elengeded, és tudod, hogy inkább ezt. Kedden még ezen. Hát én még csütörtökön is ezzel fogok gyógyszert szedni, ne hülyeskedjél. Ezzel ez a baj. Én az a baj, ilyen rossz vitatkozó vagyok. Ti jól tudjátok kezelni ezeket? Én elkezdek vitatkozni, és azon kapom magam, hogy az adrenalin felszalad, remek kezem, lábam, könnyes szalad, igen, a szemem. És annyira remeg a hangom, magad, hogy nem hiszem el, hogy nem hiszem el, hogy ezt így kell megvenni. És a remeg a hangom, itt remeg a lábam, leizzadok. A rutin. Ez az első lépcső. A második, igen, amikor már nem fog remegni a lábad, amikor a harmadik, már amikor várod, hogy ilyen szituációba kerülj, és nagyon szívesen teszed. Komolyan? Persze. Sok, ezt gyakorolni kell. Tehát ez ugyanúgy a konfliktus felvállalása, a belemenés, az önmagad felvállalása, az, hogy ne nyomjanak el, hogy ne nyomjanak le. Ez egy élethelyzet. Szólj ebbe valamit, próbáljuk ki. Mi van, Pufi? Most miért kell már kibeszélni már megint? Kikérem magamnak, ezt nem engedhetem. Nem jó, ez nem jó. Már könyvben van a szemem, úgyhogy nem valódi helyzet. Ha igazán jól csináltad, azt mondja, jó, hát igen, Pufi vagyok. Érted? Ismerj. Én a végletekig tűröm, van egy pont, amikor ha úgy beszélnek vele. Nem. Én annál sokkal gyilkosabb módon tudom én is ezt. Ha dühöngsz, az nem jó, mert akkor érzi, hogy te feszült vagy. Nem, megvan ennek a verbális úgy, szerintem, hogy kettő mondat a helyre tud tenni. De az már nagyon hogy úgy kell, hogy beszéljem, vagy nagyon úgy kell, az vagy olyat kell, hogy mondjam. Az alapfok udvariaság nincsen meg a részéről irányodban, amikor bemész oda, akkor nem esik le neki a tantusz. Tehát, hogy ugyanúgy el fog játszani legközelebb, és mással is, nem csak veled. Ezért tényleg érdemes megkérdezni, amikor bemész, hogy elnézést, rosszkor jöttem? És akkor megkérdezi, hogy miért? Hát mert látom, hogy egy picit durcás, hogy bejöttem ide vásárolni. És akkor ugye elkezd, tudod, így, akkor van, amelyik ilyenkor az intelligensebb elkezd gondolkodni rajta, és akkor így, tudod, így veszi a lapot, hogy nem biztos, hogy, mert nem biztos ám, hogy neked szól, nem kaszhat, hogy minek szól, hanem annak a napnak, meg te vagy a tizedik vevő, aki már hogy hívják, bejön aznap, és akkor vagy még nem tudod kajálni, vagy éppen van valami gond otthon, ő is csak ember, de akkor is, tehát, hogy ez alapfokú udvariasság, ez mindenkinek jár, mert ott költöd a pénzedet. Tudod, aki kéred a panaszkönyvet egyébként, akkor nagyon kiröhögnek? Tehát akkor te mondja... Nem, attól félnek. Félnek? Hát azt a minden panaszkönyves beírás után, aki kell vizsgálni, azt le kell jelenteni, az nem vicc. Tehát akkor az a tudok keménykedni. Ez a panaszkönyv, ez nem egy ilyen pamflet, ami ott van, és akkor Ilonka beleírja, hogy azt be kell adni három havonta, fél évent, ezt bevizsgálják, ha van panasz, akkor arra kijön az üzletvezető, nem szeretik ám a panaszkönyvet, tehát az a tortúra van. Tehát akkor még azt mondta nekem a paraszt, hogy nekem tök mindegy, melyik úthoz, kérném szépen a panaszkönyvet. A panaszkönyvet. Én attól nagyon félnek, hát annak retorziói vannak. Akkor az üzletvezető is előkerül. Hogyne, és inkább kér, hogy ne írjál bele a panaszkönyvet. Így az a baj, hogy én a panaszkönyvet is tudod, hogy kérem.
akkor kérnem szépen a panaszkönyvet. Elég volt, most volt elég. Igen. Még neked odaadnám. Itt a panasz, írjon bele valamit. Úgy se lesz olvasva, írjon bele. Tehát a panaszkönyvet nem szeretik, de annak oka van. Hozzátok a parasztnak a panaszkönyve. Jó, de azt mondják, hogy akkor ti a keményebb vonalat képviselitek ebben. Próbáld meg egyszer, komolyan mondom, kísérletezni. Nagyon-nagyon ismereti játék az, hogy amikor egy hasonló szituációba kerülsz, ahol téged elnyomhatnak, vagy lenyomhatnak. Jó, de itt van, akkor erre mit mondasz? Próbáld ki. Melyik kasszához menjek? Nekem az tök mindegy. Hát ez szituáció függő. Ez erre nem biztos, hogy ugranék. Van, amikor azt mondom, hogy jó, rossz napja van, elnézem. Akkor az attól függ, hogy mondja. Tőle. Ez szituáció függő. Tehát, hogy ez még, ettől még nem. De próbálj, állj bele egy ilyen helyzetbe egyszer. Olyan büszke leszel magadra, és olyan önismeretet ad, hogy utána... Ami után fölépültél a verésből. Nagyon megverem. Jó, figyeljetek. Tényleg próbáld ki, mert hogy ezek mind olyanok, amikor a komfortzónádból, az úgynevezett komfortzónádból egy kicsit kilépsz. Mindig 10-ből 8-szor megijedsz, nem válaszolsz, 10-ből egyszer lépjél ki a komfortzónádból, és próbáld ki azt, hogy na most ebbe belállok. És hidd el, hogy tök érdekes érzés lesz, hogy basszus, megvédted magad, kiálltál magadért, beülsz a kocsiba, és azt fogom, hogy jó. Ez mondom, most ezt kipróbálom, esküszöm, hogy köszönöm, hogy elmondtad. Hazamegyek, kipróbálom az 1,60-as 40 kilós csajommal, hogy nem hiszem el már meg. Szóljon be valamit. Igen, szóljál be valamit, ez gyere helyre raklak. Jó, valahol el kell kezdeni. Jó, de annak ellenére, hogy mélyen érintett ez a konfliktus most a hétvégén, nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Ebben a pillanatban láttam meg egyébként a képet, amit Viki volt olyan kedves kitenni a Morning Show Facebook oldalára. Imádják. Csak annyit mondanék, köszönöm Viki. Igen, tehát hát figyelj, ennek minden baja van. Tehát ez, hogyha akarsz látni egy ilyen Uruk-hájt rövidgatjában és kék tájföldi pólóban, édes Istenem. Ahogy Viki, nem akarnám soha Facebookon látni magam, az ez a kép. Pontosan ez. Kockás rövidnadrágban 8 évesen volt rajta utoljára. Igen, Tibi, de ez te vagy. Igen, vállalom én úgy magamat helyek közel. Csak hogy, erről dumáljunk már majd Viki rovat után, hogy ez a kép, ez... Vannak jó sortok, farmer sortok, zsebesek, te tudnék neked tippet adni. Ez a piros, ez rózsaszín, kockás, mint egy abrasz. Kopangán, tájföldi. Oda jó! Na Facebookra meg! Most nem értetek róla, hogy nem vagy beszívva. akkor rohadtul egyszerre. De pont az, hogy ezt említed egyébként, mert picike nyári divat egyébként, ami a böki a csörömbe került most. Ugye elindul otthonról emberünk, mindannyian azért ti is könnyű, laza öltözetbe vagytok, és emberünk is ugyanígy indul el otthonról, lazán, hogy jó, átjárja a szellő, de amikor megérkezik a plázába, akkor azt mondja, hogy hát mégiscsak azért olyan az ő teste, hogy ezt joga van mindenkinek látni, és ekkor szépen laza mozdulatok a kigombolja az inget, hadd vigye a szél. És szépen a jó méretes belet kihelyezi. Teljesen végig gombolja, annyi, hogy csak a vállán lóg, és szépen egy ilyen pocak így ráhajlik kicsit a rövidgatjának a szélére, vagy áthajlik rajta, és ő szépen megy és vásárolgat. De jó is az, és a póló, ami szépen föl van hajtva egészen köldök fölé. Vagy az. Az is megvan, hogy egy pici kis szél éri, egy kis hűs levegő éri a pocakot, az is megvan. Tehát, a hasitasi van alatta általában. Igen, és mesztelen. És nagy néha, has. És néha belesimít. Igen. Vagy megüteget, igen. Ásad a férfi vagyok, Isten. Szóval hogy álltok ehhez, hogy valaki kicsit így könnyít magára, hogy mégis átjárja a szellő. Hát ennek a véglete azért az, amikor konkrétan levesz, és konkrétan felső nélkül bebóklászik, és a plázában úgy jön, megy, mert neki jogai vannak. Hát de van is, tényleg, igaza van. Melege is van, miért ne? Hát most ne bántsuk azért, mert valakinek van pocakja, ugye, Tibi? A pocak ellen beszéltem éppen egész véletlenül. Hogy álltok hozzájuk, amikor meglátsz egy ilyen formát, aki mondjuk egy ilyen, nem tudom, hiperbe, plázába, ott van, nagyon kigombolt, kinnabél. Hát eltakarom a gyerek szemét. Csukd be a szemet. Nem zavar, ha odaül például enni valahol, ahol leszünk, az már keményem. Tehát, hogyha ott nem dob magára egy pólót, vagy odaül. Nem dob. Nagyon sokszor nem dob. Minek így neki vetkőzni? De megvan a típus, amiről beszélek. Meg. Hát most láttunk, cukiban ültünk hétvégén a családdal, már mi is cukrászdázni járunk, mint te hallod. De jól is teszitek. Komolyan. Ez mindig beugrik, hogy úristen, megint ezt csináljuk. Ennyi, hát nem tudok beszólni Janinak, mi is ezt csináljuk. Igen, igen. Most már várok, lesz, jövő héten várok. Lesz. Nem lesz miért osztanom a Janit, mert mi is cukrászdába járunk. Az első lépés, hogy mi is cukrászdába, a következő lépés, mi lesz, 20 perces koncertek? Igen, aztán várokat nézek. Hát volt egy helyes néni, egy ilyen 60-60-as éves, nem ugyanannyi kiló, hangsúlyozom, tehát
kétszer annyi kilió. És egy ilyen nagyon cuki, nagyon aranyos, ilyen popsi villantós cuccban volt. De amikor úgy már belelátsz a blendébe egy akkora, és mindez olyan lábak, kettő darab, mint a te hasad, Tibi. Te szemétláda? Ilyen már ilyen kráterek, lyukacsok, tudod, ami fensíkok. Tehát fensíkok, emelkedések, amivel semmi baj nincs. Mert hogy persze az ember olyan, ami ezen nincsen semmi baj. De amikor azt érzed, és azt gondolod, hogy neked ezt egyébként egy nyilvános én egy cukrászdában meg kell villantani úgy, hogy a bugyid az belevág a fenekedbe, és mindez egyébként, hogy a 60-65 éves forma vagy, és körülbelül 120 kiló, és hogy látod, hogy isznak az emberek a cukrát, eszik, bejön, és így kérdezünk egy ilyen kimerevített kép, tudod, így mindenkinek a kezében megáll a kanál, vett egy a 1,5-2 kiló jutoros pogácsát, csak hogy nem volt vele baj. Hát figyelj, konkrétan beleláttam a csúnyájába. Tehát látod, meg mindent, amit akartál, az ott volt. A férje ugyanúgy kockásin, kigombolva a hatalmas has, tehát ugyanúgy klasszikus. Megvan ez. És ők itt ketten mentek ki a cukrászdába. Az én testem és az én csajom. Nézzétek, hogy miért érzed azt, hogy ezt így meg kell mutatnod? Most ez vagy dolog velünk lehet. Van a baj, és ő azt gondolja, hogy persze nincs ezzel semmi baj, ő ezt megmutatja, és ezt nekünk el kell fogadni. A természet adta, ti pedig fogyasszátok. Azt is nem szeretem, amikor nők, egy olyan 100 kilós nő, hasi pacsi póló, tudod, idáig, derék alatt, kis mell, ki, és így a has az ott úgy szabadon, farmer szoknya valami, és ne úgy, oda, úgy az ott úgy nem. Jön. Ezzel nem az a baj, hogy fölveszi, ezzel az a baj, hogy reggel odára tükör elé, és azt mondja, hogy ez rendben van. Igen, tehát hogy mindig az nem, a kérdés, igen, hogy ez rendben van már, nincs valamit. Igen, hogy nincs egy fura önkontroll, de mindegy, az ember, hát érdekes. Jó, nagyjából ennyi volt, hogy ez a fajta extrém könnyített nyári ruházat jogosan böki-e a csőrömet, hozzátok ítéletet? Hát... Na, most jó. Hát nálam ne, de nálatok még lehet. Jogos lehet, nem? Azért ezt szerintem sok ember csőrözik. Hármas szintű, abszolút indokolt csőrbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Ez sok ember tibitál, hát ezt meg kellett adni. Bár, hogyha meg egy másik szemszögből nézik vissza a dolgot, nem, semmi nem volom vissza. Csak az, hogyha belegondolok abba, hogy te szeretnék én annyi önbizalmat, amennyi nekik van. Na ezt mondom én is, hogy közben nem velünk van a baj, hogy ő pedig bemerüljön, hogy nem törődik semmivel. Tehát neki van helyén az önképe. Azt a csípőnadrágot, ami fölött így lebudjan, kibudjan két oldalt. És mondja, hogy tojok rá, így nézek ki, kapjátok be. Mindenkinek látni kell hátul azt a például... szárnyú angyalt. Hát egy abszolút. Hát én például egyébként konkrétan csak négy fal között nem húzom a hasamat. Tehát engem nem látsz úgy, tehát amikor még megjövök itt, akkor azt látod, hogy és onnantól kezdve úgy, tehát hogy egész napot úgy töltök el 16 órát, vagy nem tudom, hogy húzom a hasamat. Tehát ő neki van igaz, a kirakja. De fura lehet így élni, hogy mindig kell figyelni. Nagyon. Hogy hát de jó, Feri, ebbe gyere velem, hát te nem húzod a hasadat? Hiszen a Feri tökre elfogadja, hogy ilyen. Elfogadom én is, de azért nem húzod? Nem, mit húzzak? Én egész nap gyönyöröm. Igen? Hova húzom? Egész nap. De vegyél fel egy ilyen nagy bő eső kabátot. Igen, egy buvára teket körbe magad, igen. Na, de nem azért húztam az időt, ez a rengeteg tartalmas dologgal a négy koncerten megemlítésével, tehát meg a hasonlók. Négy. Egy nap alatt. Nem ezért húztam, mert nincs is leg valami tartalmas a tarsolyomban. Hát pedig már kicsit azt hittem, hogy nincs. De van! Régi dolog, de szeretnék veletek egy picit együtt szorongani ezen, mert biztos vagyok benne, hogy ti is sokat foglalkoztatok már vele. Ez a malájgép, ami eltűnt. Ez most nem éppen, ezt figyelgettek? Most hányadán áll éppen ez a sztori? Figyelj, expert vagyok ebben. Tehát, hogy a malájgép eltűnésében... Kemény vagy? Nagyon jó. Nagyon elmondom. Kávézni. Nem. Ebben társat találtam, mert 3 hónapig erről beszéltünk, na de Bali, mi van a malájgéppel? Mi nem beszéltünk róla, én úgy nem is foglalkoztam vele, most egy ilyen hír kapcsán jutott megint eszembe, mert most azt mondták, hogy valamelyik egyetem kutatói egy harradaron egy Boeing becsapódáshoz hasonló hangot hallottak a harradar, a hal mikrofonokra, és akkor elkezdték izélni. Tehát, hogy már a döbbenetes blödségek irányába megy a dolog, mert szerintem senki nem keresi valójában komolyan, vagy már csak egy alibizés megy. De érted, csak hogy egy picit visszavezetve oda, hogy utasként ez hogy éled meg. Tehát én, ha felszállnék egy ilyen nagy gépre, akkor én abban vagyok, hogy amikor az a nagy gép egy másodpercre eltűnik valahol, akkor abban a pillanatban 4 darab F-16-os így berepül az ablakba, érted? Rögtön megkapjuk a védőkísérletet, közben valahol egy ilyen vezérlőteremben egy kasza végveszélyben lámpa villog, érted, és szirénázik. És mi ugye a magyarázat, tehát azt mondták, hogy azért nem találjuk a gépet, mert a gép egyszer jobbra kanyarodott, amikor nem gondoltuk, hogy jobbra kanyarodik. Tehát azért bocsánat. Tehát, hogy ezt... Döbbenet egyébként, döbbenet. Tehát nem? Nagyon fura, hogy egy gép úgy tud eltűnni a mai világban,
senki nem tudja, hogy hol van radarok, műholdak, 21. századi NASA technika mindenhol. Amikor tényleg megnézik, hogy a lakásodban van-e úszómedenc, és azon belül még mi van a medence alatt, el tud tűnni úgy 300 ember egy baromi nagy géppel, hogy effektíve sehol nincs. Miközben a telefonod új lenyomatot vesz, tehát palira tudja, nem tudom, az FBI, hogy te mit csinálsz és merre jársz, mert új lenyomat azonosítóval igazolod magad a világ minden pontján. Miközben az okos tévéd érted, megnézi, hogy te mit csinálsz, miközben konkrétan a szexuális szokásaidat tudja, szerintem a fél világban megnézik, hogy miket nyomogatsz, nem tudom, a nagydidig.com-on, illetve az pont a videókat. A videókat. Sőt, ugye már az arcfelismerés, meg ezek a sztorik is olyan szinten vannak, csak még nincsenek igazából elindítva, mert ilyen jogi akadályok van, de hogy egy Facebook bármilyen csoportképről kilövi a 200 embert, az egyezébe beazonosítja. Ezért totál abszolút meg ilyen felfoghatatlan a dolog, hogy a napjaink technikájával nem találjuk. Az, hogy most itt 30-40-50 évvel ezelőtt eltűntek repülőgépek, eltűntek mondjuk utasszállítóhajók, stb., amiket nem tudnak, hogy hol vannak azóta sem. Aztán mit tudom én, 10 évre rá, 20 évre rá előkerülnek innen onnan roncsok, és talán össze tudják rakni a dolgot, de még akkor sincsen meg egyébként maga a roncs. Az egy elfogadható dolog, de 2014-et írunk. Igen, most ugye az van egyébként, hogy a hozzátartozók felajánlottak pénzdíjat annak, aki bármilyen információt tud, tehát ők nem adják föl a keresést, és több millió fontot ajánlottak föl annak, aki megmondja, hogy hol van. És közben professzorok mondják, hogy nem is a dél-indiai óceán fenekén kellene ezt a gépet keresni, hanem valahol, én nem tudom, Kirgizisztán területén, mert hogy kiszámolták az útvonalat, és az eltűnése után láttak egy fura, megmagyarázhatatlan füstfelhőt, és azt mondják, hogy ez a füstfelhő az azon a völgyben, Besztázi völgy, talán így hívják, ott lehetett a becsapódás, és hogy rossz irányba keresik, mert pont az ellenkező irányba van, és most oda mennek keresni, de elvileg a bajták a keresést. Tehát nincs meg konkrétan. És akkor lezárták, hogy nincsen meg kár érte. Néhány héttel ezelőtt még, hogy nem fogják abbahagyni, amíg meg nem találják. Igen, ez az új elmélet, ez a kirgizisztáni sztori, hogy ott láttak valamilyen furcsa eredetű felhőt, és kiszámolva, amikor eltűnt a radarról, ahhoz képest az üzemanyag szintet összevetve, odáig el tudott repülni, ott csapódott be, ott van valami fegyverraktár, titkos fegyverből, nem tudom, és állítólag ott egy megmagyarázhatatlan eredetű füstfelhő van, amit nem tudnak kivizsgálni, oda nem tudnak bemenni. Tehát nem egyszerű a dolog. Na de utasként mondjuk, mi most fönn vagyunk, mert én meglehetősen szorongva fogok azért az elkövetkezendő időszakban repülni, ezt nem tagadom. Tehát azért nem hozta meg azért szerintem sokaknak a kedvét a repüléshez. Tehát mire kell figyelned, érted? Tehát fölszállsz utasként. Neked semmire fönn. Figyelj, statisztikailag sokkal kevesebb ember hal meg. Tavaly előtt azt hiszem, olvastam egy adatot, 400 ember halt meg légi balesetben. Tehát azt gondold el, hogy mi ahhoz képest, hogy hány millió járat, hány millió ember repül, statisztikailag mennyivel több ember hal meg az úton. Tehát ma már a levegőben nagyobb biztonságban vagy, mint az úton, bármilyen fura, de tényleg. Szadára, az sokkal veszélyesebb, mint repülni. Az elmúlt három évben nem is megyek haza. Az elmúlt három évben a polgár légi közlekedésben meghalt mondjuk 800 ember. De akkor már lezuhant egy Moszkvában, egy 12 fős katonai szállítmány, nem tudom, plusz a malájgép összesen. Tehát gondolod, de hány millió ember, hány millió járat? Ahhoz képest milyen kicsi már a hiba százalék, nem? Mi kimész az útra, és csak Magyarországon egy évben meghalt 10-20-30 ezer ember az utakon. Tehát nem vagy már ott veszélyben szerintem. De mire kell figyelned? Semmire. Kapaszkodjál. Nem tudsz. Hát mennyire nem kiszolgáltatott vagy? De mit tudsz csinálni? Figyeld az utastársírat, nem gyanús-e valaki, tudod? Hát nagyjából ennyi. Például ezt. Mert a gyanakhoz menj oda és rángasd meg. Mi bajusz vagy igazi? Hát a gyanakvás, ezt akartam, hogy ezután nincsen benne gyanakvás. Tehát bárki, aki picit mondjuk a sorban előtted vagy mögötted összesúg, az nem kezdesz-e fülelgetni. Én ezektől az elhagyott bőröndöktől vagyok mindig rosszul. Tehát most is jöttünk haza a Münchenből, és láttam egy csomagot, ami 5 percig nem ment oda senki, és konkrétan elkezdesz fészkelődni. Arrébb mész, fogod a gyereket, nézed, hogy ki a csomag, és elindul egy ilyen, 1 percen nem ment oda senki, 2 perc, jelensd, ne jelensd, mi van, és azért jött egy hátizsákos, és megfogta a cuccát, elmentem meg így át. De hülye vagyok, tudod. Jó van, nem fogunk felrobbanni. Tudod, mert figyelsz. Figyelsz, ott volt egy csomag, és mondjam, hogy ott egy csomag is. Tudod, ő már rég elfelejtette, gyerek vettek, én még mindig álltam, és 10 méterről néztem a csomagot, hogy ki fogja oda menni a csomaghoz. 10 perc után egy ilyen flip-flop, papucsos, nem tudom, mindegy csávó elvitte a csomagot. De hogy ezek már így működnek reflex szinten. Ugyanakkor meg szörnyű, hogyha megbodasz, hogy ilyen fóbiáid lesznek, egy utazáson, életed utazáson, vagy végre elmehetsz megint oda, ahova igazán szeretsz, család, stb. És akkor ilyenekre figyelsz, hogy táska, csomag, magányos ember, hú, ott van egy arab, hű, kockáskedő van a fény, miért van a kezében, nézd jobbra, nézd balra. Én repültem úgy Sánkhájba, Pekingből Sánkhájba, hogy felszállt egy olyan arc, hogy ránézésre 3000 év börtön, és fogott egy rohadt kézipodjászt, amit úgy szorított, hogy nem tudta kivenni a stewardess a kezéből. Ki ül mellette? Te, nyilván. Én. Aha, ennyi.
kívül mellette klasszik filmjelen repülünk át Peking, Shanghai, és a csávó így ül, de ránézése valamilyen arab országból, tudod, a hülye barom sztereotípiák, hát nem minden arab akar robbantani. És ott azt jelesz, hogy ő kiveszi a kezét, és rakja föl. És nem beszélt semmilyen nyelvet, zavarodott, és szorította a táskát is, így ült. Nyilván a repüléstől félt. Hát nem csúszott jól az a sonkás croissant. Néztem, tudod, akkor már kiszúrta, hogy miért nézem, ültem, vert a vízim, hát akkor legalább közel leszek a gyújtóponthoz, tudod, én hamarabb. Nem tudom, hány órás út volt, figyelj, az életed lepör, kiment vécére, ott hagyta a táskát. Mondom, na most vége van. Így ültem, mellettem magára hagyott táska, csávó 10 percig nem jött vissza, nem tudom. Most indítja a klotyóból. Mi jut eszedbe? Fura is, arab is, na most vége van. Nem és visszajönni, leszállt, és rájössz, hogy mekkora nekem barom vagy, milyen hülye vagy. És kezdem, amikor visszajön, és azt látja, hogy hallgatod a táskát három kecskekben. Figyelj, én gondoltam, hogy megfogom a táskát, megnézem, tudod, nem merek oda nyúlni, mi van a mozgás, tudod, visszajött, és megint így ült az ölvés, szorította. Hát persze, nyilván én ültem mellette, nem voltam nyugodt. Figyelj, hogyha egy ilyen lenne, hogy belecsúszol egy ilyenbe, mondjuk, hogyha észreveszed, ti egyébként hős típusok lennétek? Tehát, hogy én azon gondolkodtam, hogyha mondjuk én lenne egy ilyen, hogy látod, kanyarodik el a gép, megy el, nem tudom. Nem veszed észre, hogy eltért a menetet. Van egy 8 órás utad, és ott a 6. órában a gép balra fordul, neked föltűnik, hogy ezen a koordinátán egyébként nem arra kéne fordulni. Honnan tudod, hogy nekem nincs ott a repülési terv a telefonomon? Ülsz hülyén, és látod, hogy fordultak balra. Majd 9 óra után le kéne szállnod, és még 14 óra után levegőbe vagy, ott elkezdesz gyanakodni. De egy 6 órás útnál, az 5. óránál, egy balfordulónál én még nem kezdek jajveszékelni. Nem tudsz mit csinálni. Nem, ők se tudtak szerintem hát mit csinálni. Meg azért ez tényleg kell egy ilyen lélekjeletben, mondjuk egy direkt helyzet van. Hát igen. Na mit csinálsz egy ilyen? Te, aki a benzinkútnál adnak neked egy sportszeletet, mert Balaton szeletet, jó lesz a sportszeletet, kértem. Megjöltem a sportszeletet. Egy hotdogot kértem, de nagyon jó lesz a sportszelet is. El tudom képzelni, hogy neki rohansz a kokpitnek, és betöröd vállal, hogy be tudjál menni. Előszted fogom egy ilyen zsúrkocsival, betöröm a kokpitet, ott átveszem az irányítást, és onnantól kéz irányítással szépen hazahozom. Jó, tessék, ülsz az 5. sorba. Egyszer csak föláll valaki az első sorba, megfogja a stewardess hátulról, és egy kés van a kezében, oda tartja a stewardess torkához a kést, és azt mondja, hogy most az emberem be van a kokpitbe, eltérítettük a gépet. Hát nem mondd, hogy fölállsz, és odamész, hogy akkor beszéljük meg. De először is megkérdezem, mi az a kokpit? Igen. Tibor előre tudna jönni, baj van a kokpitbe. A kokpit mi az? Egy hely a pilotának, de ez most nem érdekes. Hogy nem állsz föl. Tehát valószínű nem állná ez a magyar srác, aki elkezdett ott birkózni. Az nagyon vagy mondjuk, itt érted, fegyvert fognak a stewardess fejéhez. Fölászott hőskön és a fegyver. Jani simán föláll, hát nem az, hogy nem vagyok rokon a benne biztos, hogy föláll. Tehát legutóbb is ugye most az Egyesült Államokban megint volt sajnos egy lövöldözés, amiben többen meghaltak. Ott például egy diák volt az, aki lefegyverezte az elkövetőt, lefújta a paprikaszprével, és utána elvette a fegyverét. De ez egy óriási léletjelenlét. Tehát, hogy azért ezt ezer emberből egy csinálja meg, vagy meri megcsinálni. Mert abban a pillanatban mire gondol? Arra, hogy a következő pillanatban ő is ott maradhat. Meg az ösztön más diktált, tehát a túlélési ösztön az ugye az talán erősebb, mint a fajfenntartó ösztön. Ez a legősibb ösztönkör, hogy él túl. Tehát ott az ösztönökből reagálsz, nem abból, hogy most akkor te hősködjél, az ösztön azt mondja, hogy maradj ki, él túl, menekülj el. Hát ez diktálja neked az agyat. Ha ilyen aktatáskás szorongató embert látnék, akkor én biztos, hogy megkeresném a legnagyobb embert, mögé mennék, hogy felfogjam minél több repeszt. Aha, jó. De ezek a stewardessnek nem adja oda, és a stewardess így fogja, és húzza, és nem adja oda, és mondja, hogy nem ő ezt fogni akarja. Ott tűz mellett, és ver a víz, tudod, és most írod az SMS-t a családodnak, hogy elbúcsúzzál mindenkitől. Nem egy egyszerű élethelyzet. Itt senki nem kommunikált egyébként fönt. Valamilyen mobil tud működni? Nincs. Nem is működik, 10.000 méteren. Amikor szállsz le, néha bekapcsolom már, ilyen ezren már így megjön, de 10.000-en neked elmegy. Ott tehát kommunikálni effektíve esélytelen. Semmit nem tudsz csinálni. Ha van ilyen régi telefonod, amit ugye bankkártyát lehúzod, vannak bizonyos járatokon, akkor azon te tudsz telefonálni, mert az ugye máshogy lövi a jelet. Da. Tehát ott te esetleg le tudsz húzni a bankkártyádat, és de mit mondasz? Segítsetek? Itt vagyok? Tehát, hogy nagyon nem tudsz ott semmit csinálni, maximum elbúcsúzni. Ne, jót lehetne csinálni, legyen egy ilyen vésztervünk, hogyha négyen repülünk valóban, és érzékeljük, hogy baj van. Uh-huh. Akkor előre tolunk téged. Felfogod a golyót. Nem, megmondom, mi van. Ekkor Ferit megkérjük, hogy dézsmálja meg a minibárt, akkor mindannyian nagyon csúnyán bekarmolunk, uh-huh. Nekibátorodunk. Aha, és lefegyverezzük a harcosat. Balázs elkezd arcoskodni valamit, hogy ugye tudjátok, ki vagyok, ezzel egy picit földobja. Ez egy Shanghai Pekingen, ez abszolút megér. Ezt tudni fogják. Jani a széksorok között előre kúszik, lefegyverzi a terroristát.
ekkor én behatolok a kokpitbe, és leteszem a gépet. Aha, ez jó, én már látom, hogy ide nekünk a gépet építik. Ez egy sikeres társaság. Így négy ezt nagyon meg tudnánk oldani. Nagyon szépek lennék. Zene mindenképpen kell alá, te hozd majd a zenét, mert én nem tudok, én mindig csak ilyen videoklipek, meg akciófilmek gondolkodok, mindig van zene. Tehát Feri, akkor terelj el a minibárnál a figyelmet azzal, hogy kiborít megint valamit, egy hőzöngő részleg a minibár. Mi van a minibár? A minibár. A minibár. Csinálja a fesztivált, eltereli ezzel a gépről a fia. Ekkor Tibi elkezdi nyomni valamelyik standardjét, mondjuk a izé a kaka kassa Tibi. Balázsnál van egy hátizsák, a hátizsákban én vagyok. Dobja a hátizsákot, oda dobja a gépeltérőt elé, én pedig kiugrok a hátizsákba. Ettől megijed és elejti a fegyver. Na, és ekkor én behatolok a kokpitbe, és gyönyörűen landolok a legközelebbi repülőtéren. És megnyomod azt a gombot, amit nem szabad. Jó. Visszatérve egyébként csak egy mondatra, a maláj gépnek a hozzátartozóit képzeljétek el, hogy ugye ha valamelyen a hozzátartozódnak el kell fogadni a halálhírét, az egy dolog, azt az ember előbb-utóbb kénytelen megemészteni. Ki gyorsabban, ki nehezebben. De az, hogy úgy tűnik el egy éve vagy fél éve valakit, hogy nem tudod, hogy hol van, és nem tudod, hogy mi történt, ennél szerintem, tehát ennél a halálhír is idézőjelesen jobb, hogy akkor legalább tudod, hogy vége, le tudod zárni, el tudod kezdeni új életed, de ott ül most 1000 ember, vagy 500, és gondold el, csak valakinek hozzátartozik, és nem tudod, hogy hol van. És mire gondolsz? Nyilván arra, hogy még való életben van. Vagy nem? Arra, vagy tehát, hogy legalább el tud temetni. Hogy ennél szörnyűbbet az ember nem tud elképzelni, hogy egy hozzátartozója nem meghal, hanem eltűnik. És ott old meg, és ott próbáld lezárni a dolgot. És nem kire haragszol, ugye nyilván arra, akire tudsz haragudni, mert ugye az is benned van, hogy nem esetleg a kormány tusol el valamit, hogy ők tudnak véletlen lelőtték, és nem ők hallgatnak el valamit. Tehát valakinek nyilván tudnia kell valamit. Tehát, hogy egy ilyen gép 300 emberre szőrén szállán nem kanyarodik csak úgy el. Ez a megdöbben. Gyerek, az kizárt dolog. Igen. Tehát, hogy ezt nekem nem, ezt egyszer nem tudja bevenni az agyam, és persze most ott keresik meg ott, tehát megyen alibizés, de ez gyakorlatilag semmi. Én nem hiszem el, mondom, én azt remélem, hogy azért ebből ébrednek, tehát miközben téged halálra megfigyelnek, az összes telefonbeszélgetésedet szerintem visszamenőleg egy évre A4-es papírra kinyomtatva meg tudod szerezni, igen, akkor 300 ember legyen Boeing, ne tűnjön már el, könyörgöm, hogy az óceán közepén 2014-ben. Erre próbáltam meg felhívni a figyelmet, és remélem, jogos hogy jogos ért a tapsosikolj. Jogos, igen. El tudtam volna képzelni egy hangosabbat egyébként. Ezt mindannyian el tudnánk képzelni, ha ez itt valami normálisan működne. Akkor a negyedik koncertemen, tudod? Igen, van egy gépipasz. Igen, csak ezt nem én irányítom. Igen, na mindegy. Meg ezt meg már nem is érdemelted meg. Szemét. 3:10 múlt, 1 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 múlt, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kivételesen elmaradnak most a nap legjobb pillanatai, mert egy nagyon fontos dolgunk van, méghozzá egy hosszú-hosszú heteken keresztül zajlott játék lezárása. Ugye ez a foci VB játékunk, amikor is ilyen napi ajándék volt, óránként hármasugrás játékosa bekerült egy kalapba, valaki másnap tévét nyert, vagy pedig telefont, és most pedig, ha minden igaz, akkor valaki, ugye, aki foci VB SMS küldött, hát nem csak nálunk, sőt nem nálunk, hanem Csabinál. Hello, Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Ők ugye nyerhetnék ezt a bizonyos 4K-s tévét, kétnapos luxus apartmanban, barátokkal, VB döntőnézés és a tévé megtartása. Ugye? Hát azért én annyira izgulok. Gyerekek. Hát szerintem az eddig eltelt időszakban te küldted a legjobb SMS, nyilván, vagy a legtöbb SMS. Tehát, hogy amennyit kaptunk az elmúlt 5 évben SMS-t, azt megdupláztuk egész egyszerűen ezzel a játékkal. Hihetetlen. Sajnos a tévét csak augusztusban tudják majd kézbesíteni. De. Hát figyelj, ahogy áll a foci VB, simán elmarad egy-két meccs, meg nem lesz világítás, és augusztusig tart majd, úgyhogy nem állnak túl jól. Mondja, Csabi? De nem, tehát tényleg én baromira izgulok, hogy ki kapja. Hát volt, aki bevallotta, hogy 200 SMS-t elküldött. Atya Isten. Nagyon népszerű volt, és na, szerették. Hívjunk akkor valakit, jó? Hát tényleg rengeteg SMS volt. Egy ilyen kis mappában itt vannak a számok. Anna kezében. Anna választott. Bögtök, tényleg jól van. Helyes. Semmi logikát. Ráharagudjatok. Persze. Logikát. Itt még van kérdés, vagy bármi? Hát egy tudás alapú kérdést feltettem. De a tudás alapú már túl van, amikor... Nem, csak az SMS küldte. Ő SMS-en van. Tessék, túl Zsolt. Hello Zsolt, Balázs, Morning Show, hello. Hello. Itt a Csabi, Jani, Feri, mindenki, hello. Szeva. Hello. Küldtél nekünk SMS-t, ha minden igaz, játszottál a foci VB játékunkon, ugye? Abszolút, de így van. Na, hol értünk el helyileg, mit csinálsz, hol vagy éppen? Nyíregyházán vagyok, éppen melózok. Éppen melózol, mit csinálsz?
Szállítok Lego termékeket most per pillanat. Szállítasz. Egyébként pedig egy teljesen egy motivációs videót hallgattam egyébként. Motivációs videó. Vagyok. Nem feltétlenül a ti hívásotokra vártam, de fú. De látod, hívásra. Hogy egyszer csak megjelenünk előbb-utóbb mindenkinél. Na, ugye volt ennek a játéknak egy fődíja, méghozzá egy balatoni luxus apartmanban egy VB döntőnézés két éjszaka barátokkal, és egy 4K Ultra HD Sony TV, amit ugye a nyertes, amihez most már elég közel vagy, haza is vihet. Aha, értem. Nyilván elérhető közelségben vagyok, mert a telefont fölvettem. Igen, elérhető közelségben vagy. Ez, most azt mondod, hogy ez az egész mutyó téged nem érdekel. Igen, vagy hagyjuk. Igen, Feri, értem, tehát közel vagyok hozzá, hallgatlak. De mégsem mondanád ezt. Igen. Hány darab tévé van, vagy van-e tévé egyáltalán, vagy hova tennéd, vagy mi lenne a sorsa? Van egy nagy nappali, ahova elférne egy nagyobb tévé. Elférne egy nagyobb tévé. Azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mennyi ez a 4K, vagy mennyi ez az ahány incs, vagy toll, de szerintem rá fog férni. Ugye, állítólag bazi nagy ez a tévé. Így van, és ugye a minőség a fontos. Itt a 4K. Laci nem a nagy szaki. Hát hallod, mindenképpen, oké? Ő mondogatja. Na figyelj, ha az utolsó kérdésre is tudod a választ, akkor megvan a tévé. Jó? Okay. Barátok vannak, akivel elmenni a VB döntőt nézni? Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy körülbelül 3 telefon, és tele van az a ház, nem tudom, hogy hány fős az a luxus apartman. Hát megoldjuk. Mondjatok. Az van, hogy nem neked kell telefonálni, ők fognak hívni. Igen. Főleg, hogyha hallgatják most a... Mindenki ezt hallgatja, ne vicc. Okay. Figyelj, ez egy balatoni luxus apartman, hát biztos nagy a hely. Két éjszaka, nem? Hát szerintem sokan mehettek. Oké. Figyelj, nagyon komoly tétje van ennek a kérdésnek, Jani. És ne kapkodj. Ne mondj rosszat, inkább gondold át, jó? Vagy segítünk, vagy beszélgessünk a válaszról. Oké. Figyelj. Hányszor játszott Magyarország világbajnoki döntő mérkőzést? Nem kell elkapkodni. Ha van egy szám a fejedbe, akkor járjunk körbe. Most már jó lenne, ha menjen még. Ja, én azt gondolom, Várj, ne kapkodj. Annyit segítünk még, hogy a sportág labdarúgás. És VB. Oké, az könnyebb lett volna az a kérdés, hogy hányszor nyert Magyarország VB döntőt, mert arra... Sajnos ez nem jó válasz. Igen, sajnos arra tudtam volna az érót. Hát volt... Igen, hát számoljuk, hogy mit tudunk akkor, ugye? Tehát, hogy amire tudod a választ, hogy hányszor nyert, az zéró. Tehát akkor már tudjuk, hogy valakivel játszott valahol, ugye? Egyszer mindenképpen ezek szerint most már az a kérdés, hogy ez lesz a végleges válasz. Aha, vagy volt-e még egy másik? Gondolom, hogy az 54-esre gondolsz, ugye? Az elvesztettre, ugye? Hát amikor esélyesek voltunk, mindenki azt hitte, hogy nyerünk, és... Akkor ez egy. A Berni tragédia. Igen, szegényeket le kellett szállítani a vonatról, hogy ne lincselj meg őket. Ami NSZK-nak Berni csoda volt, az nekünk Berni tragédia. Aha. Igen. Így van. Így van, abszolút. És én valami halvány emlékeim között még egyre emlékszem. Na, akkor mi lehet a jó válasz? A végleges válaszom, most nagy számolások közepette 2. Oh! Yeah! Köszönöm szépen! Balázs, 2012. május 1-e óta ez volt a legnagyobb dolog, mikor legyőztelek a fekete-fehér igen-nemben. Azóta ez volt a legnagyobb dolog, amit veled kapcsolatban bármikor is most megéltem. És te nekiadtad a 4K május 1-e, gyerekek, május 1-e sose dolgozom. A május 2-e, bocsánat, Nyíregyháza kitelepülés 2012. május 2. Jó? Látod, és most még egy tévét is kapsz. Nézd meg, és a Balázsban nincs tüske, miért a vereség. Főleg, hogy fogalmam nem volt, hogy kit hívunk. Látod, hogy nincs tüske bennem? Mintha éreztem volna a hangja, hogy nincs benne tüske, pedig tudta, hogy most is meg kell, hogy nyerjen. Igen, amikor ez döbbenet, hogy így emlékszel a napra, hogy 2011. május 2-a a Nyíregyháza. 12, bocsánat meg, Balázs, tehát gondolom, hogy te is emlékszel rá, mert hát tudod, hogy összes játékkel emlékszik. Gondolom. Na figyelj, egy gyönyörű 4K Ultra HD TV jelentsen ez bármit is, ez van neked, baromi szép, baromi nagy, nagyon-nagyon nagy K, nagyon négyszeres K, fú, de terelek meg, hogy fogalmam nincs, hogy mi ez, viszont ez egy nagyon drága, nagyon szép ajándék, és barátokkal luxus apartman két nap Balatonon VB döntőnézés. Még egy kérdés. Igen? Hány embernek a jelentkezését fogadhatom el? Figyelj, mondjál 10-et, aztán szűrsz. Hát 10-12-et szerintem egy ilyen luxus apartman már csak befel, majd alszotok a földön, az erkélyen, a fűben. Hát, ki mennyit dob bele a kajába, érted? És mit hoz? Igen. Mert a luxus apartmanban nincs kaja. Hát...
Nem tudom, biztos van. Hisztek, biztos lesz. Figyeljetek, ma délelőtt már volt egy olyan hűtő, amiben nem volt benne az, ami a fényképen volt rajta. Uh-huh. Bizonyám. Amiről beszéltetek. Hallgattál most minket. Most az a helyzet ott, hát hogyha lesz benne azért valami. Jól van, meglátjuk, teszünk bele valamit, okay. Jó? Gratulálunk, okay, neked, ügyes vagy. Köszönöm szépen, és szép napot nektek, és még egyszer köszönöm. Egészség. Minden jót nektek. Szevasz. Használd egészséggel. Ciao, hello, hello. Na, jó helyre ment megint, jó, nem? Nagyon jó helyre. Nagyon jó helyre. Jó, Anna, ügyes vagy, tényleg. Mindig itt attól függ, hogy bemondja, hogy hát a retyóban jó lesz, mert van a 6 TV plusz kettő áll a garázsban, még kise csomagoltuk. Tudod, mindig az ember csak egynek drukkol, ha jó fej, ha nem, hogy csak menjen jó helyre. 4K-s, nekem már 6K-s van ott. Igen, igen, de még nem csomagoltuk ki, mert nem volt kedvünk, tudod. Tehát, hogy így csak menjen jó helyre, ez a lényeg. De azt hiszem, hogy jó helyre ment. Oké, okay, hívhatjuk a nap hallgatóját. Csak ha nem az a csapat nyer, akinek ő drukkol, akkor nehogy egy sörös üveggel nem megtalálják ezt a tévét. Nem hiszem. Nem tud benne kárt tenni. Mert a többiek kicsavarják a kezéből, mert... Morning show? Az bizony! Hello, jó reggel! Sziasztok! Figyelj! Hello! De jó, köszönöm szépen! Te vagy a naphallgatója, hogy hívnak? Petrának. Petra, te átírtál nekünk egy szenzációs SMS-t. Ugye ma reggel 8-tól azon hallgatóinkat éltettük, akik ügyfélszolgálatot dolgoznak, vagy bármi olyan munkakörben, ahol vevőket kell elviselni. Ugye, hát és rengeteg SMS-t kaptunk, tényleg nagyon sokan írtak nekünk. Ugye te egy kutya kozmetikából írtál, és hát az SMS egy szenzációs volt. Azt írtad nekünk, hozza a gazdi a kutyát, hogy talált egy csomó kullancsot bennem, de nem tudja kitekerni, inkább szedjen ki én. Látom, hogy mutatja a kutya melbimbóját. Igen, igen, tényleg így történt. Egész pirosak voltak már szegénynek. Milyen típusú kis kutya volt? Háványéz. Háványéz, szegény. Voltak még... egyébként meredekebb sztorik is, de azt azért nem mertem beírni, mert tényleg annyira idióták, hogy tuti magukra ismertek volna. volt még? Nem akarsz egyet megosztani velünk? Csak úgy kíváncsiságból. Hát esetleg adáson kívül, mert adáson kívül. Nagyon durva. Ebből él szegény, tudod? Annának elmesélem. Figyelj, és itt oda hívtad megmutatni, hogy uram, ezt nézem meg, hát ez a melbimbó, hát van ilyen... Hölgy volt, igen, hölgy. De megmutattam neki. Beépített alkatrész, kedvesen, de szedje le. Gyárilag ott van az a kullam. És csipesszel, krémmel, olajjal, mindennel megpróbálta, gondolom. Igen, szegény. Ja, Istenem. Szegény kutya. Szegény kutya. Jó van, te vagy a naphallgatója, van egy csomó ajándékod, regény, VIP-jegy, retrofesztivál, sörűne, budai vár, annyi mindent kapsz, hogy egész nagyon járom. Nagyon szépen köszönöm. Menned kell majd, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok. Szia. Hello, hello. Na jó van, Csabi, kell remek zene, így lesznek? Képzeljétek el, nagyon nagy dolog van. Tudjátok, hogy én rajongok a Train zenekarért. Szerintem nagyon jól nyomják a rock'n'rollt, és most jön a 7. lemezünk majd csak szeptemberben, de a világpremiérrel szinte egy időben itt a Kívánság műsorban hallgathatjuk meg erről a hetedik lemezről az első új dalt. Azt a címe, hogy Angelina Blue Jeans. Ne a következő órában várjuk, hanem egy kicsit később, de ezért megéri egyébként végighallgatni a Kívánság műsorát. Ezért szerintem. Ezért is. Köszönöm is szépen a segítséget. Köszönöm. Ez a világpremiérrel egy időben? Tehát most bemutatják, és akkor nálunk is? Így van. Az komoly. Jól van, meghallgatjuk. Csabi, a Kívánság műsorral 555 55 00 szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.